Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésünkön. A korábban egy képviselőtársunk, Máj Gábor képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Köszöntöm az egyesületi elnököket, az intézményvezető asszonyt, illetve külön köszöntöm a járási hivatal vezető asszonyt, dr. Patacsi Evelint. A meghívót tudomásom szerint mindenki megkapta. Nekem olyan javaslatom nem lenne, nincs olyan napirendi pontra javaslatom, ami a korábban nem szerepel, de kérdezem, hogy van-e valamilyen olyan javaslat, amit valamely képviselőnek a javaslatára napirendre kellene tűznünk. Ha nincs, köszönöm szépen. Akkor szavazzunk a napirendekről. Aki egyetért, hogy a nevezett napirendeket tárgyaljuk a mai napon, kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangulag elfogadták. Mielőtt az első napirend megtárgyalására sor kerülne, egy eskütételre kerülne sor, hiszen a Humán Bizottságnak egy külsős tagját kell, ugye, amikor korábban döntöttünk a külsős tag személyéről, Jakubács Magdolna személyébe, viszont ahhoz, hogy ő a munkában részt tudjon venni, esküt kell tennie. Kérem szépen akkor önt, hogy tegye le az esküt. Az én utána a nevét legyen szíves. Én? Kovács Magdolna. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Jogi ügyrendi és humán bizottsági tisztségemből eredő feladataimat. Szentlőrinc város fejlődésének előmozdítása érdekében. Kicsit hosszabb volt most, elnézést. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélye. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Akkor az első napirendi ponttal folytatnánk. Beszámoló a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2020. évi első féléves működéséről. Az elmúlt időszakban döntöttünk úgy, hogy az önkormányzati cégek sűrűbben számoljanak be, de a féléves beszámoló az azt gondolom egy korábbi gyakorlatnak is megfelelő. A bizottságok tárgyalták, kérdezném ügyvezető urat, hogy kiegészítésre kíván-e élni, de úgy látom, hogy igen. Akkor megadnám a szót Koller Zoltán. Itt röviden többen csak annyit, hogy megalakult a felügyelő bizottság ismételten. A cég életében, ami újdonság, megtartotta már második ülését, tehát az alakulást követően megvolt a fél évi beszámolót elfogadó felügyelő bizottsági ülés. Ezt a bizottság elfogadta, csak hogy mint az intézkedési tervet, amit a belső ellenőrzés kapcsán valamennyi gazdasági társaság esetében az ügyvezetőknek meg kellett tenni. Ez megtörtént az írásos anyaghoz, és a számszari táblázatokhoz egyelőre nem kívánok hozzáfűzni semmit. Ha kérdés van, felvetés van, akkor természetesen reagálok. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel. Bocsánat, előtte, mert hátha már választ kap esetleg a kérdező. Két bizottság is tárgyalta, akkor először kérdezném a Humán Bizottság elnök asszonyát. Igen, a bizottság megtárgyalta, hogy átmondásra javasolja a kiszállítási területnek a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság elnök. Pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm. És akkor most kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elnézést, mert azt hittem az előbb, hogy majd lesz a képviselő úrtól. Ha nincs, akkor kérem kézfelemeléssel jelezze az, aki a beszámolót elfogadja. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta a testület. Köszönöm szépen akkor a beszámolót az ügyvezető igazgatónak.
Következő előterjesztés a Szentünci Közömi Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli beszámolójának elfogadásáról. Ugye itt az előzményekről annyit szeretnék mondani, ugye, hogy az egészségügyi, a COVID helyzetre való tekintettel a cégek haladékot kaptak, tehát azt a beszámolót, amit még márciusban kellett beadniuk, erre haladékot kapott minden cég, és nem kellett kötelező, de élhetett a lehetőséggel, hogy szeptember 30-áig teszi meg. Az elmúlt hetekben, vagy elmúlt hónapban, azért már nyugodtan azt is mondhatom, több egyeztetés volt. A felügyelőbizottság is többször tárgyalta, illetve a cég vezetésével is több egyeztetésre került sor. Azt a tájékoztatást kaptam, illetve részt vettem ezeken az egyeztetéseken, hogy jelenleg olyan állapotba került ez a beszámoló, amit a felügyelőbizottság el tud fogadni, de majd a bizottság elnököt, illetve hát aki egy személyben a felügyelőbizottság elnöke, és majd kiegészíti az általam elmondottakat. Át is adnám akkor először. Ja, és itt kaptam egy tájékoztatást most nem régen, tehát ügyvezető úr viszont jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni a mai napirendnek ezen ülésen, napirend tárgyalásán. Át is adnám akkor a szót először a Földvári János elnök úrnak. Köszönöm szépen, hát két minőségben is foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Elsőként mondanám azt, hogy akkor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a beszámolót és a testület részére elfogadásra javasolja. Mint felügyelőbizottság az elmúlt időszakban három alkalommal is üléseztünk annak kapcsán, hogy nagyjából a helyére kerüljenek a számok. Sok olyan pontatlanság merült föl az idők során, amit végül is a cégnek a vezetése tudott korrigálni, és ennek kapcsán végül is a felügyelőbizottság úgy döntött, hogy javasolni fogja a beszámolónak az elfogadását a képviselőtestület számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés, és bocsánat, a Humán Bizottság, mint jogi bizottság is tárgyalta. Igen, a bizottság több alkalommal tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki a beszámolót elfogadja, kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen. Tartózkodás. Egy tartózkodással a jelenlévők elfogadták a beszámolót. Köszönöm szépen. Hármas, beszámoló a Lőrincmet Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi első féléves működéséről. Szintén több egyeztetés volt a napirenddel kapcsolatban. Sajnálatos módon szintén azt kell mondanom, mint az előbb, hogy igazgatónő jelezte kedden, hogy beteg, és nem tud jelenleg dolgozni. A mai napra pedig a helyettesítés, hiszen tegnap egy másfél órás egyeztetésen vettünk részt, az osztályvezető asszony, a jegyző úr, illetve a cég gazdasági ügyekért felelős Kovács Levente úrral. Itt a másfél óra alatt azért elég sok minden kérdés vetődött fel a céggel kapcsolatban. A Kovács Levente, hiszen neki egy főállása van, ő pedig jelezte, hogy szintén az miatt nem tud részt venni. A tegnapi napon azonban rendelkezésünkre állt, úgyhogy ha valami kérdés van, akkor esetleg hármunk közül biztos, hogy valaki tud válaszolni, ha olyan, ami a tegnapi napon is szóba került. A bizottságok megtárgyalták. Kérdezném először akkor a pénzügyi bizottságot, vagy elnökét. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, és végül is úgy döntött, hogy a hiányosságok miatt nem javasolja a testület számára elfogadásra. Köszönöm szépen. Humán Bizottság részéről elnök asszony. A bizottság megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra beszámolót. Köszönöm szépen. Napirenddel kapcsolatban észrevétel, kérdés, ha nincs, Györvári úr, a szó. Nagyon belül ezt gondolok el, csak azért, mert azt mondtam, hogy ez annyira jó, mert én legtöbb kaptam belőle. A közlemét azt nem kaptam, de azért megszavaztam, mert úgy gondoltam, hogy ismerem a közlemek a munkáját. Kettesbe is a
Lőrinc medve, Harvard Lőrinc medve. Úgyhogy ha mindenki elfogja, én tartózkodni fogok a szavazástól. De akkor ebből nem kapott a Győrvári úr? Hogy? Ebből nem kapott, vagy a közüzemit nem kapta meg? De azt úgy ismertem körülbelül, mi van. Értem, ott. De hát akkor nem azért tartózkodik, mert nem ismerhette meg az anyagot, ennek az anyag, ennek a hibának akkor nincs összefüggésbe az ön szavazatával. Nincs, csak akartam mondani, hogy... De gondolom azt jelezte, hiszen pénteken megkapta az anyagot, és a hételen jelezte, meg a bizottsági üléseken jelezte a hivatal munkatársainak, hogy nem kapta. Mert akkor ő tartózkodni fog. Köszönöm szépen, tehát akkor köszönöm szépen, nem igazán értem, de nem tudomásul veszem. Vörös Sára képviselő asszony. Egyetlen kérdésem lenne, hogy akkor ha tegnap volt egy ilyen egyeztetés, akkor az sem mozdította el másik irányba az előterjesztésben foglaltakat, illetve az okozatát annak, hogy akkor ugye a két bizottság sem javasolta elfogadásra, mert ha tegnap volt egy egyeztetés, és közben történt változás, arról mondjuk én konkrétan nem tudok, tehát hogyha nem változtatott az előterjesztésen, akkor elfogadom, csak most ez egy új információ nekem. Köszönöm. Jó, annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, akkor erre válaszolnék, és ha később lesz, akkor még válaszolok. Jegyző úrnak után átadom a szót. Az elmúlt hetekben ezzel a napirenddel kapcsolatban, illetve a céggel kapcsolatban több egyeztetés történt, és még több kísérlet volt egyeztetésre. Az ügyvezető igazgató asszony nem hétfő, tehát ő dolgozott, hétfőn tudtunk egyeztetni, kedden jelezte, ugye, hogy nem gyógyult ki a korábbi betegségéből, visszaesett, lázas lett, előtte több héten keresztül nagyon nehezen, de azért tudtunk egyeztetni. Korábban voltak olyan egyeztetések, amikor a gazdaságvezető, nevezzük így, gazdasági ügyekért felelős vezető azzal hárította el a kérdéseket, hogy neki erre nincs felhatalmazása. Az utolsó kettőre én kértem az igazgató asszonyt, hogy úgy engedje el a helyettesét, hogy teljesen fel van hatalmazva minden, hiszen azért itt haladnunk kell. Sajnálatos módon azt kell mondom, hogy minden tőle telhetőt megtett a gazdasági vezető is, de ezekben a témákban nem jutottunk előrébb, és nem tudtunk olyan döntést. Tehát nem tudom most azt mondani, hogy válaszolja konkrétan a kérdésére, hogy igen, kérdésekre választ kaptunk, és megváltozott a kedd, illetve a szerdai nap után, így van, nem. Tehát ez nem. Úgyhogy azért mondom, hogy további egyeztetésekre lesz szükség. Én azt gondolom, hogy ma is kétszer beszéltünk telefonon, hiszen ő is azokat az ügyeket viszi tovább. Azt azért el kell mondanom, hogy ő sincs könnyű helyzetben, hiszen egy olyan szeméről van szó, aki egyébként egy főállása van Pécsen, félállásba, az Esterházyba viszi ezeket az ügyeket. Most a félállása, a másfél állása mellé kapott még egy állásnyi feladatot, tehát nagyon remélem, hogy a gyógyulás az most azért hamar bekövetkezik az igazgató asszonynál, mert azért több héten keresztül nagy valószínűséggel ez nem tud menni. És ezt, amint tudjuk, lehető leghamarabb újra napirendre fogjuk venni a testületbe. Én javasolni fogom, hogy napirendre vetetem. Jegyző úr, jelezte még, hogy kiegészítés szeretném. Köszönöm szépen. Hát a bizottságoknál azért nem tudták érdembe tárgyalni igazából ezt az anyagrészt, mert a szöveges kiegészítést nem kaptuk meg hozzá. Tehát többször kértük, hogy szöveges kiegészítést kapjunk. Ugye a beszámoló tartalmazott volna egy szöveges részt, illetve magát az adatokat, de mivel ugye a szöveges részt nem kaptuk meg, ezért is többször jelzésre se kaptuk meg, mert minden bizony a közben játszott az ügyvezető betegsége is. Ennek következtében nem tudtuk azt mondani, hogy elfogadásra javasoljuk, és a bizottságok igazából ez alapján döntöttek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel? Balatoni Ferenc úr. Állapot főleg az egészségügyet érinti. Gondolom, hogy az igazgató főasszonynak ezen hiányosságait nagyrészt ezen állapot okozta, nem pedig az ő munkáját hanyagul végezte. Köszönöm a szót. Így van, köszönöm szépen. Egyéb, ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért azzal, tehát akkor először azt szavaztatnám meg, hogy a jegyző úr által elmondott indokok alapján a testület nem fogadja el ezt a beszámolót, azt kérem jelezze kész felemeléssel. Köszönöm szépen. Ki az, aki elfogadja, és ki az, aki tartózkodik? Két fő tartózkodása mellett a testület akkor nem fogadta el. Köszönöm szépen.
Következő negyedik napirendi pontunk, belső ellenőrzési jelentés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszerzési gyakorlata tárgyú vizsgálatáról. A korábbi terveknek megfelelően a belső ellenőr végezte ezt a vizsgálatot, ugye ez Kung Mária korábbi pénzügyi, az önkormányzat korábbi pénzügyi osztályvezetőjeként tevékenykedett évekkel ezelőtt. Ő, a belső ellenőr, ő végezte a vizsgálatot, az anyagot hát néhány héttel ezelőtt megkapta a jegyző úr is, és mindenkihez remélem eljutott. A bizottságok tárgyalták, de előtte akkor jegyző urat kérdezném, hogy van esetleg kiegészítése ehhez. Köszönöm szépen. Annyi kiegészítésem lenne, hogy a társaságok elkészítették a belső ellenőrzési jelentésre való válaszokat, intézkedési tervüket, és a hivatal ezt megvizsgálta, egyeztette a társaság vezetőivel, és elfogadásra javasoljuk mindhárom esetben. Köszönöm szépen. Bizottságoknál akkor a Humán Bizottság elnök asszonyát kérdezem. Igen, a bizottság megtárgyalta mindhárom gazdasági társaság ellenőrzési jelentését, és intézkedési tervét, és javasolja a képviselőtestületnek az elfogadását. Köszönöm szépen. Földvári úr. Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta mindhárom gazdasági társaságnak az intézkedési tervét és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel, ha nincs, van, akkor Györvári úr. Györvári úrnak a... Lehet, hogy én leszek a gyorsabban. Tehát üdvözölni tudom azon igyekedetét a képviselőtestületnek, hogy azok a beszerzések, amik közösek, biztosítás, üzemanyag, stb., az valóban közösen kell, mert csomagba foglalva kedvezményesebb árakat lehet kialakulni. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Györvár úr, jösszük. Kicsit röviden leszek. Kérdésem, tehát ha jól értem, akkor csak az egyelőre áram és a vagyonbiztosítás. Én azt gondolom, hogy... Ja, bocsánat, más nincs, akkor erre válaszolok. Tehát azt gondolom, hogy az lehet egy első lépés, de azt gondolom, hogy minden területen meg kell vizsgálni, tehát én ezt egy másik körben azért már elmondtam a cégektől függetlenül. Ugye néha betegség esetén a polgármesternek kell aláírni, mondjuk az intézmény vezetőt, mondjuk a kultúrháznál, és értetlenül álltam, hogy a tőlünk karnyújtásnyira lévő intézményeink is, ki innen, ki onnan, ki amonnan. Én is abból indultam ki, mind amit a balatoni képviselő úr mondott, hogy lehet, sőt, talán biztos mondhatjuk azt, hogyha mondjuk a papírírószer beszerzés, akár veszem az óvodát, a kultúrházat és az intézményeinket, ne adj Isten, ha ugye a cég vezetők is úgy döntenek, és ők is ezt úgy látják, hogy előnyösebb nekik a cégeket is ebbe bevonva, akkor lehet, hogy olcsóbb, és ugyanazt a mennyiséget a kevesebb pénzért fogjuk megkapni. Tehát minden ilyen racionalizálási gondolatot én nyitott vagyok, és amennyiben a cégvezetők, intézményvezetők úgy látják, hogy ez nekik is, hiszen az önkormányzattól kapott pénzekből gazdálkodnak önik, illetve az állami normatívákból, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy e felé lépnünk kell. Jó, de akkor jegyző úr. Nem szabad, köszönöm szépen, mert a forrásra elmondtam, amit akartam mondani. Györvári úr, még kérdése van, látom. Igen, mert jogviszonyban álló közbeszerzési szaktanácsadó célszerű lenne igénybe venni. Tehát ez nem alkalmazni, hanem igénybe venni. Eddig is közbeszerzési szakértőt igénybe vettünk, nem? Más egyéb ügyben. Igen. Tehát most saját alkalmazásról beszélünk esetleg? Nem hiszem, én nem. Te jegyző. Ez a társaságokra és nem az önkormányzatra vonatkozik. Az önkormányzat minden esetben igénybe vett közbeszerzési tanácsadót a közbeszerzési eljárásai tekintetében. Itt a javaslat arra vonatkozott, hogy a társaságok is vizsgálják meg azokat a beszerzéseket, amik közbeszerzési értékhatárt esetleg elérhetik, és ami belül a közbeszerzési értékhatárt, akkor közbeszerzési értékhatár szerinti közbeszerzési eljárást folytassanak le, nem úgy, mint ahogy eddig ezt tették. Tehát a cégek közbeszerzéseit felkérés alapján egy külsős cég megbízással megvizsgálná. Ez egy javaslat. Így, vagy javaslatot tenne akkor. Jó, ezt elfogadom. Viszont próbálom így elmondani, hogy ne kelljen átülni másik asztalhoz, hogy ha kiszervezésekről van szó, most itt azért annyira nem láttam kiszervezéseket.
A következőt szeretném, tehát semmiféle, én azt gondolom, ezt kamerában mondom, az meg megmarad, nem csak egy elszáll a szó. Tehát semmiféle hátsó szándék nincs, hogy kiszervezés, és akkor majd valami susmus. Én azt szeretném, ha minél olcsóbban lenne, és hogyha ehhez külső szakember kell igényelni, nem állományba, meg fölvéve, hanem azt mondani, hogy igen, akkor nézze meg. Én azt gondolom, hogy minden cégünknél, minden intézményünknél, hogyha kell, akkor a hivatal be tud segíteni abba, de azt gondolom, hogy a józan ész is azt mondaná, hogy az előbb említett példámat, vagy amit a képviselő urak itt említettek, akár a biztosításnál, vagy egyéb, azt mondom, energiabeszerzésnél, mondjuk villanynál szerződve, hogyha egy nagyobb csomagba érkezünk az igénylő, tehát én elmegyek és azt mondom egy gyárba, hogy én egy kamionnal szeretnék elvinni mondjuk az adott termékből, vagy csak kettő darabot, hát nagy valószínűséggel a kamionnal viszem, akkor más árat kell fizetnem. Most itt nem ezek a volumenek vannak, de azt gondolom, hogy igen, nem mindegy, hogy 5 fénymásoló papír csomaggal megyünk, vagy 50-nel. És azt gondolom, hogy a cégnél is, hiszen a kiszállítás, neki is vannak költségei. Tehát ha egy van a város, egy nagy cég, azt gondolom, itt ezekkel a kisebb kis egységekkel, akkor közösbe kell gondolkodni. Természetesen van olyan terület, mert mondjuk az orvosi eszközök, vagy azok a tisztítószerek, amelyek mondjuk csak az Esterházy egészségügyi központban vannak, ott nem fogja senki ráöltetni, hogy akkor most az önkormányzat is ugyanazokat a szereket használja, mert, tehát azt mondtam, a józanész, és amit átfedésben vannak, és itt is, ott is, meg a harmadik helyen is beszerzés kerül, az célszerűbb lehet, de ezt meg kell vizsgálni. Ha az lesz, hogy ugyanaz, akkor nincs értelme, de meg kell vizsgálni, én azt gondolom. Györvári úr? Az utolsó mondattal teljesen egyetértek, tehát meg kell vizsgálni, konkrétan meg kell vizsgálni. Így van. Tehát mondhatni termékenként, tehát azt mondom, papír, írószer, energia, igen, minden csomag. Nem divat az a mondat, hogy konkrét helyzet, konkrét elemzése. Így van. Tehát ezeket így kell megtenni, és én azért tettem utalást most a kiszervezésre, mert ez azért sok helyen divat a kiszervezés, bizonyos tevékenységnek. Takarítás az amaz. Mindenütt egyébként lehet, hogy olcsóbb lett, de a minőségén mindenütt a kiszervezett tevékenységnél ott romlás következett be. De örülök, hogy nem láttam így konkrétan. Ezért kérdeztem rá, hogy van-e valahol a sorok között ilyen megjegyzés. Nincs. És szeretném akkor megnyugtatni a képviselő urat, illetve a képviselőket és mindenkit, hogy igen, az van, amit említett, ugye ez a pécsi iskoláknál mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, vagy talán még régebben is, ugye, hogy az önkormányzati iskoláknál a takarítást ugye külsős cégek végezték mondjuk, de ez lehet más cégnél. Van, ahol ez nem okoz problémát, mondjuk van egy olyan terület, vagy mondjuk az autószalonoknál is, tudomásom szerint azért nincs minden autószalonnak olyan takarító gépen, ásában, hogy külsős. Tehát ha ez a minőségnek nem megy a rovására, ez a legfontosabb, és anyagilag sem több, hanem legyen Isten kevesebb, akkor érdemes ezzel elgondolkodni, de azzal messze egyetértek, hogy a minőség megtartása, akár legyen az egy eszköz, vagy egy szolgáltatásnál, tehát az csak jobb lehet, vissza ne lépjünk, amíg erre nincs feltétlenül szükségünk. Köszönöm szépen, jegyző úr, más nincs. Jó, akkor kérem, hogy akkor szavazzunk, háromszor fogunk szavazni, hiszen három cégünkről van szó. Akkor először a média Kft-nél, Média Nonprofit Kft-nél, aki egyetért, kérem, jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen egyhangúan. Második a, ezt közül a papírtomat elkevertem. Második a Közüzemi Kft, aki egyetért, kérem, köszönöm egyhangú. És a harmadik ugye az Esterházy Egészségközpont esetében, kérem, akkor aki egyetért, jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen. Természetesen ez a bizottsággyűléseken is kiderült, hogy a vezetőkkel egyeztetés történt, tehát nem egy ráerőltetésről beszélünk. Ötös napirendhez érkeztünk, előterjesztés Szentüncváros önkormányzat képviselő testületének 162/2020-as határozatában előírt intézkedési tervekről. Itt ugye a három ügyvezető, de akkor átadnám a szót jegyző úrnak. Köszönöm szépen. Tehát az önkormányzati határozatban előírt kötelezettség teljesítése érdekében felvettük a kapcsolatot a három, illetve a kettő érintett cég vezetőjével, ugye a Szentvinci Közlemi Nonprofit Kft., illetve a Lőrinc Med Nonprofit Kft. Vezetőjével. Tájékoztattuk, megküldtük nekik a kivonatokat, és kértük tőlük az intézkedési terveknek az elkészítését. A
Szentőnci Közlemi Nonprofit Kft. Az egyeztetések után visszavonta azt a javaslatát, amit korábban az intézkedési tervként készített, és kérte, hogy később időpontba kerüljön tárgyalásra az intézkedési terve, mivel nem tudták olyan állapotba hozni, hogy az gyakorlatilag elfogadásra alkalmas legyen. Itt részben az időhiányra is azért kell ezt fogni, tehát előre lett hozva a testelt ülés, ugye másképp volt ez korábban beütemezve, ennek következtében is bekövetkeztetett ez a csúszás. A média, tehát a LőrincMed Nonprofit Kft. Esetében elkészült az intézkedési terv, az ügyvezető asszony elkészített az intézkedési tervét, amit megvizsgáltunk is, és elfogadásra javasoljuk a hivatal részéről. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék mondani, hogy azért egy kérdés maradjon valakiben. Ugye a jegyző úr mondta, hogy ez később kerül, azért ez a később nem valahol a messzi távolba, hanem hétfő reggel, ugye ez a legközelebbi munkanap lesz a mai napot követően. Hétfőn a felügyelőbizottság fogja ezt tárgyalni a közüzemi Kft-nél, illetve azt követően pedig várhatóan rendkívüli testületi ülés, tehát nem aznap, tehát utána következő időszakban rendkívüli testületi ülésen fogunk dönteni az anyagról mindenképpen, tehát nem maradjon el. Jegyző úr szintén. Most hát annyi kijelzőhészítéssel élnék, hogy a LőrincMed eset tében sem tudta a felügyelőbizottság még megtárgyalni ezt az anyagot. Ennek következtében mi két verziót javaslunk, hogy vagy úgy fogadja el a képviselőtestület a LőrincMed-nek a intézkedési tervét, hogy az kösse a felügyelőbizottság későbbi döntéséhez, tehát hogy a felügyelőbizottság vizsgálja meg és döntsön, vagy utalja eleve felügyelőbizottsági hatáskörbe, és utána pedig ismételten tűzzel napirendre. Köszönöm szépen. Akkor Földvári úrnak adnám át a szót. Ezt a napi rendi pontot, és egyezően azzal, amit most az előbbiekben elhangzott, nem támogatja a közüzemi Kft-nél ennek az elfogadását, illetőleg kérte az átdolgozását is a megbeszélt időpontban 26-án ezt a felügyelőbizottság is fogja tárgyalni. A LőrincMed esetében pedig szintén a felügyelőbizottsághoz delegálta a további megtárgyalására ennek az intézkedési tervnek a dolgát majd, és ezt javasoljéként a testület felé. Köszönöm szépen. Jogrügyileg nem tárgyalta. Egyéb észrevétel, kérdés? Balatoni képviselő úr. Gazdasági társaságoknál pénzügyi támogatás nélküli működés megteremtése. Hát ugye a leíratból kiderül, hogy ez bizonyos társaságnál nagyon nem sikerült, mert ugye itt hát jókora mínusz szerepel a leíratban. Én várom azt a részletesebb, illetve hát a felügyelőbizottság által is átnézett anyagot, ami indokolja ezt. Én tudom, hogy a politikai és a gazdasági helyzet bizonyos kínlevőségek behajtását nehezíti, meg van kötve a kezük, kilakoltatási tilalom, stb. De akkor is úgy gondolom, hogy a korábbi állapothoz képest ez a tavalyi, hadd nem mondjam ki, jelentős összeg azért nagyon szembetűnő számomra. Annak viszont örülök, hogy a LőrincMednél azt tudom olvasni, hogy 1,5 millió megtakarítást értek el, tartalékot képeztek 2020-ben. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel, Györvári úr? Tehát akkor nem azt javasolja a Győrvár, mint a bizottság. Mit? Jól bizottság az, hogy nem fogadjuk el. Tehát akkor ez egy másik javaslat. Nem, én azt mondom, hogy a kiegészítési kötelezettséget, tehát ezt most fogadjuk el így, de a kiegészítési kötelezettséget határozom meg, hogy milyen időtartamra, vagy ilyen időszakba tegyék meg. Én értem. Tehát akkor most, akkor jegyzőknek mindjárt visszaadom a szót, ugye, mert a bizottsági üléseken, ahol sajnos a Győrvár úr nem tudott részt venni, tehát ezt nagyon sajnálom. Tehát azért hosszasan végig lettek beszélve. Most akkor két variáció, ez nehogy üsse egymást jogilag.
Tehát a Szentrinci Közelmi Nonprofit Kft. Ügyvezetője kérte, hogy napirendről vegyék le az ő intézkedési tervét. Mert ő se tartja alkalmasnak tárgyalásra. Ha ezt az információt kapom, hogy az ügyvezető kérte, akkor egyértelmű. Köszönöm. Köszönöm. És akkor az Eszterházi. Az Eszterházinál pedig a Földjövő Bizottság ugye gyakorlatilag alapvetően, a bizottság alapvetően megtárgyalt, egyetértett azzal, amit tartalmazta, viszont azt hiányolta, hogy nem került be Felügyelő Bizottság elé, és ennek következtében volt az a javaslata, hogy most a Felügyelő Bizottság elé utalja ezt a kérdést, és a Felügyelő Bizottság, hogyha elfogadta, akkor utána tűzde újra napirendre. Akkor igazán ez nagyon hasonló a Győrvári úr kérdés javaslatához, hogy ha ezek a felügyelőbizottságon átmegy, ez mindegy szűrőn, akkor utána el tudjuk fogadni, és ott már akkor pótolják ezeket, és akkor lesz elfogadva, ha ez igen, elfogadható. Nem tudtam, hogy született egy javaslat a halasztásra. Értem. Jó. De akkor megtehettük volna azt, hogy levesszük napirendről. De már tárgyalták a bizottság, mind akkor nem akartam. Köszönöm szépen, akkor Alatoni úr. Kapcsolatban én is nem meg fogok szavazni, megmondom előre, mert itt a legutóbbi bizottsági ülésen is egy bizonyos szakértő által feltárt hiányosságokra nem kaptunk választ. Sajnos az ügyvezető igazgató nincs jelen, és azóta sem kaptunk választ. Amíg ezeket a válaszokat meg nem kapom, én nem tudom elfogadni ezt a jelentést, az intézkedési tervet. Köszönöm szépen akkor a kiegészítést. Akkor most a jegyző úr azért segít itt nekem. Tehát akkor van még egyéb hozzászólás vagy kérdés? Ha nincs, akkor mondanám, jó? Tehát a közüzemivel kezdenénk. A közüzeminél akkor az, először az egyes határozat, elmondott az elnök úr is, tehát hogy ezt nem fogadjuk el az előbb elmondottak szerint, tehát ugye jövő héten, azaz ma csütörtök van, hétfőn felügyelőbizottsági ülés, egyeztetések, és azt követően fogjuk elfogadni. Aki ezt a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, tehát a leírt marad ugyanaz, tehát ebben nincs változtatás, amit mindenki megkapott határozati javaslatnak, ezzel a kiegészítéssel, azt kérem jelezze kész felemeléssel. Igen, hogy nem, igen, igen, tehát akkor nem, így van. És akkor a másik pedig másiknál pedig az Eszterházinál, a Lőlicmednél pedig a B verziót szavaztatom először meg, tehát az, nem olvasom végig, mindenkinek ugyanaz van, a felügyelőbizottság elé rendeli előzetes véleményezésre, ez a lényeg benne. Tehát a felügyelőbizottság, én azt gondolom, hogyha vannak felügyelőbizottságok, általunk megválasztott felügyelőbizottsági tagokkal, akkor őket azért delegáltuk oda, gondolom, hogy megfelelően alá támaszták és segítsék a mi munkánkat. Tehát a B verziót, aki el tudja fogadni, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangulag elfogadták. A hatos napirend jön, előterjesztés helyi adórendeletek felülvizsgálatáról. Szentlőrinc városában ugyanúgy, mint más településeken különböző adók vannak. Ezek az adók biztosítják azokat az összegeket, amelyek a különböző nem kötelező és az állam által nem finanszírozott feladatoknak az ellátását teszi lehetővé. Ezt nem kezdeném részletezni, most azt mondanám, hogy ezek az önként vállalt feladatok, és akkor az körülbelül le is fedett mindent. Tehát ezért ebből a pénzből tudunk gazdálkodni. Nagyon szépen hangzik az, hogy Szentlőrinc városnak a költségvetése, ez meg ilyen pályázat függő, de azt mondom, hogy ilyen 1 milliárd forint körüli összegnél változik, vagy alakul az elmúlt években. Így alakult, de azért azt jó tudni, és ezt tudjuk is itt a teremben lévők mindenképpen, de remélem, hogy azért ezt majd eljut a lakossághoz is, és mindenki elismeri azt, hogy de nem 1 milliárd forintról dönt a képviselőtestület, hanem ennek egy töredékéről döntünk, hiszen ennek a költségvetési összegnek a jelentős, túlnyomóan jelentős része, az kötött felhasználással érkezik a város kasszájába, és ezzel csak úgy mérsékelten tudunk gazdálkodni, vagy módjával. Tehát ahhoz, hogy mi a álmainkat, vágyainkat, illetve a lakossági igényeket, a szentlőrincieknek az álmait valamilyen szinten, vagy elvárásait inkább úgy fogalmaznék, tudjuk teljesíteni, ehhez adóbevételekre van szükség.
illetve azokra azt is föl kell használnunk, ahol mondjuk az állami normatíva nem teszi lehetővé, vagy nem fedezi 100%-ban a költségeket. Ön egyszerű történet például egy az óvodának a működtetése, vagy annak idején, amikor még az iskola az önkormányzat tartozott, az iskola működtetése sem fedezett le 100%-ba, ezt ki kellett egészíteni. A jelenleg ugye többféle adó, illetve azt mondtam, hogy kétféle adó van a városban, ami jelenleg van. Az egyik ugye az iparűzési adó, amelyet a vállalkozások fizetnek, a másik pedig a kommunális adó, amit a lakosság fizet. Az elmúlt években, vagy talán már azért évtizedet még nem mondhatok, de hosszú ideje nem nyúlt hozzá az önkormányzat ezekhez az adókhoz, és most sem szeretnénk emelni jelentős mértékbe, de azt mindenki tudja, hogy az elmúlt évben, illetve az idei évben a költségvetésünket is azért érintették olyan központi intézkedések, amely szintén az államra nehezedő nyomás és többletkiadás volt ugye az indoka, tehát a vírushelyzetre való tekintettel ugye itt azt mondom, hogy körülbelül 20 millió forint az legalább elkerült a költségvetésünkből, ezt nekünk pótolni kell abban az esetben, ha a korábbi szintet meg akarjuk tartani. Tehát csak akkor, ha még emelni is akarunk, és azt mondjuk, hogy többet szeretnénk, vagy többet szolgáltatásokat, jobb utakat, járdákat, akkor azt még inkább érint bennünket. Jelenleg a bizottságok egy első verzióról, egy első olvasatba tárgyaltak. Én úgy fogalmaztam, nem biztos, hogy a legjobb szó volt, hogy egy ilyen ötletelés szintjén, azért szakmailag, hogy milyen lehetőségeink vannak, hiszen Koltai Péter polgármester kitalálhat valamit, csak az nem biztos, hogy jogilag kivitelezhető, vagy pénzügyileg az annyit hoz a konyhára, amennyit úgy elsőre gondolunk, vagy gondolok én. Tehát első körbe tárgyalták ezt a bizottságok, ma döntés nem születik, illetve a bizottságok két lehetőség közül választhattak. Az egyik az, hogy a hivatal munkatársai, a szakemberek, az adóügyben jogilag, pénzügyileg lévő szakemberek gondolkozzanak tovább a lehetőségekről, és nézzük meg, hogy nem túl terhelve az érintetteket tudunk-e valamilyen irányba lépni. A másik verzió szerint pedig az, hogy nem kívánunk ezzel foglalkozni. Bármelyik azt gondolom, hogy megmagyarázható, hogy miért igen, vagy miért nem. Az én véleményem az, hogy ebben az évben az önkormányzatot ért külső hatás, elvonás, az nem teszi lehetővé azt, hogy gondolkodjunk ezen. Ha úgy gondoljuk, hogy nem kell hozzányúlnunk, az azt jelenti, hogy a tavalyi évhez képest, a kerekítve azt mondom, hogy 20 millió forinttal kisebbet tudunk megvalósítani. Ezt a 20 millió forintot valahonnan, és ez egyértelmű, hogy a nem kötelező feladatainktól kell elvonni. Ezzel azért elég nehéz helyzetbe hozva mondjuk a különböző civil szervezeteinket, vagy azokat az intézményeket, amelyeket eddig kiegészítettünk a normatíván felül. Én ennyit szerettem volna mondani, de akkor jegyzőnek átadom a szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretnék hozzászólni, mint előterjesztő a témához. Alapvetően a hivatal elkészített egy olyan étlapot, nevezük így, amely tartalmazza az adókkal kapcsolatos, települési adókkal, illetve helyi adókkal kapcsolatos ismereteket. Javaslatokat fogalmaztunk meg gyakorlatilag ebben az anyagban, amelyek megfontolást érdemelnek, és ahhoz, hogy tovább tudjunk gyakorlatilag lépni, ahhoz, hogy november végéig az adórendeletek áttekintése, illetve azok esetleges módosításai végbe tudjanak menni, ahhoz gyakorlatilag szükségünk lenne az önkormányzat képviselőtestületétől egy iránymutatás, egy felhatalmazásra, és ezért terjesztettük elő a mostani anyagot. Természetesen, amiben konkrét kérdések vannak, akkor nagyon szívesen válaszolok. A bizottságok azt gondolom, hogy nagyon-nagyon részletesen tárgyalták ezt a napirendi pontot. Igyekeztünk megfelelni a kérdésekre. Természetesen, amennyiben van még további kérdés, akkor nagyon szívesen állunk mindenkinek a rendelkezésére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát én nekem egy kérésem van, hiszen a bizottsági ülés volt az a helyszín, ahol lehetett erről részleteibe beszélni. Ma nem kell döntenünk, tehát a lakosságot érintő akármilyen irányba nem döntünk, csak a tovább gondolkodás lehetőségéről, avagy levételéről döntünk ma ezzel a napirenddel kapcsolatban. Kérdés észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban. Balatoni Ferenc képviselő. A kérdés az ugye,
a járvány jövőre ugyanígy folytatódik, vagy lesz egy enyhülés, ami azt jelenti, hogy a kormányzatnak a terhei csökkennek, következésképpen ugye az elvonások mértéke is csökken. Nyilván, ha a helyzet nem változik, akkor az elvonás folytatódik, az önkormányzattól elveszi megint azokat a pénzeket. Hát ugye nehéz helyzetben nincs más, az állampolgároknak is sajnos vállalni kell a nehéz körülmények adta önfeláldozást, és így ugye el kell fogadni azt a tényt, hogyha az önkormányzat továbbra is akar valamit a városba elérni, akkor a bizonyos fokú adómérték, adóemelés, ugye azt el kell viselni. Ugyanakkor fölhívnám a figyelmet arra, ugye, hogy a jelenlegi helyzet nem csak az államot, hanem az egyéneket is sújtja, ahogy elmondtam, bizottságülésen is, pszichésen is és gazdaságilag is sújtja az embereket. Az emberek tűrőképessége ezen körülmények miatt nyilvánvaló sokkal kisebb. Én itt is arra hívnám fel a figyelmet, amire bizottsági ülésen is, és mutatnám a kamerának, ha tudja befogni a kamera, hogy amíg ezen a helyzeten nem tudunk változtatni jelentősen, hogy Baranya egy nagy fehér folt az ország gazdasági térképén, az északnyugati és az északi részekhez képest és Budapesthez képest, ugye addig sajnos ugye itt nem nagyon fickándozhatunk az anyagi javakban, de hát bízunk abban, hogy talán jövőre a helyzet változik és jobb lesz, és bízunk abban, ugye, hogy az északnyugati és a Pest környéki vidék a tőkeerős befektetőknek annyira telített lesz, hogy egy kicsit majd erre délnyugatra is, délre is fognak terjeszkedni, és hát ugye ebben nyilvánvaló a jelenlegi politikai elitnek jelentősen közre kell működni, taposni a illetékesek lábát, hogy ide is kerüljön valami, és hát a egyfőre jutó nemzeti össztermék, tényleg hát ne az utolsó antológiunk. Baranya az ország aranya, ez volt valamikor a jelszó. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor köszönöm szépen, akkor a bizottsági elnököknek adnám, először akkor a Humán Bizottság elnökasszonyának. Igen, a bizottság megtárgyalta, hogy a helyi kívánja, és felkéri a polgármester urat és a jegyző urat, hogy novemberre tervezett ülése javaslataikat kidolgozni szíveskedjenek. Köszönöm szépen. Földvári. Igen, a pénzügyi bizottság alaposan kitárgyalta ezt a napirendi pontot. Hasonlóan egyébként azt javasoljuk, hogy változtassunk a jelenlegi érvényes szabályokon. Ennek a kidolgozására felkérte a hivatal illetékes szakembereit, és ezt javasolja egyébként elfogadással a testületnek is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ezek után akkor szavazásra bocsátanám. Tehát akkor a határozati javaslatot, az egyesről szavaznánk úgy, hogy a határozati javaslat közepén, tehát az alábbi szempontok szerint az ugye a bizottság javaslata az, hogy ez kerüljön ki, tehát az első három sor, illetve az utolsó másfél sor marad benn, ez a közte lévő három szó az törlésre kerül, tehát a lényege az, hogy a hivatal szakemberei foglalkozzanak a témával, és novemberben. Én a bizottsági ülésen még egy olyan javaslatot tettem, és ezt fogom is később kezdeményezni, hogy nem legközelebb ezzel a témával a képviselőtestület, illetve a bizottságok tagjai a hivatal szakembereivel megerősítve nem a novemberi testületi ülésen, hanem a két ülés közötti időszakban, úgy mondjuk fél időbe, két hét múlva üljenek le, hogy hol tart a szakemberek, mire jutottak, mire lehet számítani, hiszen itt azért ennek vannak, vagy a balatoni képviselő elmondta azért, szociális és társadalmi hatásai is vannak, hiszen nem csak az önkormányzatnál van kevesebb pénz, hanem jó néhány, sajnos szentlőrinci is, és az országban is ugye nagyon sokan elvesztették a munkájukat. Ez elsősorban az idegenforgalmi ágazatot érinti. Én tudok olyan baranyai, nem név nélkül települést, aki az idegenforgalomból jelentős összegeket szokott behozni, de az idei nyár az nem úgy sikerült neki, vagy akárha meg gondoljuk az éttermeket és a különböző szolgáltatás hasonló idegenforgalomhoz kötődő szolgáltató egységeket, ahol ma már a dolgozóknak a töredéke van, és a
látogatottság és a forgalmuk is jelentősen csökkent. Tehát azért ez egy nagyon komplex és összetett téma, ezért végig kell ezt több alkalommal is tárgyalni és gondolni. Jó, tehát akkor szavazásra tenném föl, tehát az egyes határozati javaslatot az említett rész kivételével. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen. Aki nem ért egyet, kettő, tehát ketten nem értenek egyet. Köszönöm. Én azt gondolom, nem az a kérdés, hogy melyiket fogadjuk el, hanem ezt a hiányzó összeget, akkor ezt hogy fogjuk? Egyetértek a... Értem, én csak a szavazásra nem mondom. Nem, így van, tehát azért mondom, hogy a képviselők javaslata, de remélem, hogy a munkában részt tudnak majd venni, és a javaslataikat tisztelettel várom mind a Győrvári úrét, mind a Vörösára képviselőasszonyt, hogy az elveszett pénzt, azt milyen keretekből fogjuk, illetve a mely civil szervezetektől kívánják ők elvonni ezt a több millió forintot. Parancsoljon önné a szó. Én sem véleményeztem az előző szavazatokat. Én elvárom, hogy az enyémet sem, majd én eldöntöm, hogy ettől kezdve mit meg hogyan csinálok. Nem kell az én fejemmel gondolkodni senkinek, megvan a magamhoz a lehetőség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de azt gondolom, hogy önnek is bármikor megkapja a lehetőséget, hogy el tudja mondani. Megtettem volna itt, arról volt szó, hogy ez egy első olvasat, majd lesznek ennek folyamodványai. Amúgy megtettem a bizottsági ülésen, senki nem ismételte meg szó szerint a bizottsági ülési hozzászólását. Legközelebb megteszem. Köszönöm szépen. Megteheti most is, a gondolja. Nem óhajtom megtenni. Köszönöm szépen. Akkor mehetünk csak tovább. Csak elvárom a... Tehát nem elszavaztam, én döntésem, nem kell véleményezni. Köszönöm szépen. Igen, tehát akkor tisztázzuk, nem arról döntöttünk, ezt elmondom még egyszer, hát valaki nem volt egyértelmű, a tovább gondolkodásról. Tehát aki azt mondta, hogy nem, az azt gondolja, hogy ne is gondolkodjunk, hiszen a jelenlegi keretek bőven a 18 millióval vagy többel kevesebből is kihúzzuk az évet. Akkor elmondtam. Ezek szerint, elnézést kérek, akkor ezek szerint nem a fordítottja az előző határozata a második határozatnak, akkor azt fogadom el a második határozati javaslatot. Köszönöm szépen akkor. Akkor tovább. Hogy megnézzük, hogy milyen hozadéka lehet ennek a bizonyos vizsgálatnak, mennyi pénz. Én azt még hozzátenném, ugye, hogy most még októbert írunk, az év végéig tekintettel arra, hogy a gyógyszerkutatások tudomások szerint eléggé előrehaladott állapotban vannak. Lehet, hogy év végére olyan gyógyszert ki tudnak hozni, ami a járványt jövőre megfékezi. És akkor én úgy gondolom, hogy teljesen más vetület lesz az egész, tehát nem is biztos, hogy akkor nekünk adót kell emelni, de mindenképpen én így fejezném ki ezt, hogy egyfajta felkészülés arra a vészhelyzetre, ami esetleg jövőre is folytatódik. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Bocsánat, maga szólok én is most. Köszönöm szépen, hogy azért, tehát megadom a szót természetesen, de nem kívánt eddig hozzászólni egy Győrvári, de meghallgatjuk, eddig nem kívánt hozzászólni, de bármikor nem, én ezt előbb mondtam is. A vitatóval folytatódott. Persze, parancsoljon. Igen. Annyit, hogy arra hivatkozva, hogy ekkora veszteség érte a várost. Ez igaz. Viszont éppen most van bent egy csomó igényünk, több száz millióra, ami az eddig nem megvalósult fejlesztéseknek a befejezésére szolgál. Hát akkor a 15-6-7 milliós veszteség, ott meg a 200 milliós plusz bevétel, ez valahol, hogy is mondjam, tehát azért kompenzálja azt, amit az állam elvett, tehát sőt, tízszeresét fizeti. De ezen én sem akarom vitát nyitni. Ennyi. Jó, én sem akarok, de hát amit most a Győrvári úr mondott, azért ez... Hát megpróbálok úgy nem indulatosan fogalmazni, a valósághoz nem túl sok köze van. Én azt gondolom, hogy attól, hogyha nekünk az intézményeinknek ki kell egészíteni, mondjuk vegyük konkrétan, de ne lehet oda, mert ne összekevjük kettőt, tehát mondjuk a valamely intézmény, az idősek otthona, vagy a családsegítő szolgálatnak a működése nem jön ki az állami normatívából, szerintem ezen nem fogunk összeveszni. Ha Szentőrinc város önkormányzatába 500 millió forintért épületek nőnek ki, attól nekünk nem lesz meg az az X millió forintunk, hogy ezeknek az intézményeknek a működését finanszírozzuk. Lehet, hogy majd évek múlva, amikor ezeknek a csarnokoknak a bevételéből plusz pénzünk lesz, mondjuk majd 2023-ba, 2-ben, mondjuk 3-ba, 4-be, vagy majd valamikor
2040-ben majd az akkori testület meg a polgármester azt mondja, hogy na akkor jön ebből a pénz. De nekünk 2021-be kell kiegészíteni az intézményeinket, és 2021-be ezekből a beruházásokból nem lesz. Tehát ha azt mondom, hogy a család kapott ajándékba egy új autót, attól még ebédet is el kell menni a boltba, és meg kell venni a vacsorára valót. Hiába mondhatjuk, hogy most nem tudom én, BMW-n járunk, vagy Rolls-Royce-ot küldött az amerikai nagybácsi, abból még nem lesz vacsora. Tehát ne keverjük össze a kettőt, és én nem azt bíráltam a kormányzati döntése, mert igen, vannak plusz források Magyarország kormányának és az Európai Uniónak köszönhetően, de nekünk a kiadásaink ezekből nem fedezhetőek. Legalábbis én úgy látom, de azért mondom, a bizottság ülése meg a későbbiekben úgyis, mert egyeztetések lesznek, ahogy én elmondtam, meg fogjuk ezt beszélni. És köszönöm, és szeretném, hogyha ezt a négy témát le is zárnánk. Köszönöm szépen, következő napirendre térnék át. A előterjesztés Szentrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsönszerződésről. A 5 évvel ezelőtt, kicsit kerekítek, azt mondom, hogy 5 évvel ezelőtt a Tóth György akkor frissen nyugállományba került tűzoltó parancsnokunknak a köszönhetően és az ő aktivitásának köszönhetően még ma is működik Szentlőrincen egy önkéntes tűzoltó egyesület. Ez a tűzoltó egyesület az elmúlt években nem tudott egy olyan optimális helyre költözni, ami az ő munkáját megkönnyítette volna, vagy azt mondom, hogy talán, hogy a megfelelő egyáltalán semmi luxus, csak a megfelelő körülményeket nem tudtuk biztosítani. Az elmúlt hónapban megszavazta a testület azt a felosztást, ahol ugye a közös tulajdonban lévő Pécsi utca 21 szám alatti közüzemi vállalat épületét felosztottuk a két tulajdonos között, úgy, hogy mindenkinek megmaradjanak azok a részek, ami a munkájához, a működéséhez szükséges. Ugye múlt hónapban egy egyeztetést követően úgy döntöttünk, hogy egy bizonyos rész az az önkormányzathoz kerüljön, nem azért, mert most nem tudom, hogy mit akarunk kitalálni, hanem az, hogy a korábbi időszakban voltak már egyeztetések, sőt, mondhatni, sok-sok évvel ezelőtt is indultak ezek az egyeztetések, hogy a tűzoltó egyesület ott egy optimális helyet kapna. Az optimális helynek az is azért nagyon fontos, hiszen nem csak itt helybe történnek az egyeztetések, hanem az egyesület elnöke, a Tóth úr, illetve jó magam is, a katasztrófa védelem különböző szintű parancsnokaival és vezetőivel egyeztettünk az elmúlt években, hónapokban, de még talán mondhatom napokban is, hogy mi az, ami számukra is elfogadható. Nagyon sokszor elhangzott, hogy hivatásos tűzoltó őrs nem lesz Szentlőrincen, nincs szándékukba. A szentlőrincieknek azt gondolom, hogy igen, mert hiszen jó helyen vagyunk ilyen szempontból Pécs és Szigetvár között félúton. Nem azért van mondjuk, ugye hallottuk, hogy lett Sejjén vagy Sásdon, azért, mert a megközelíthetőség és az elérhetőség miatt nem a település mérete vagy a település hozzáállása határozta ezt meg, hanem a fizikai helyzete, ahol megtalálható a megyébe. Tehát ezek az egyeztetések lezajlottak, és az elmúlt évben ez a tűzoltó egyesület úgy gondolom, hogy a újabb egy emelt fokozatba kapcsolt a kivonulásait tekintve, tehát még jobb mutatókat produkál, és még nagyobb elismertségre tett szert a hivatásosok, illetve a katasztrófa védelem részéről. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen lépnünk kell erre a két fél az önkormányzat, illetve a cége a közemi Kft. Egyességre jutott, és így lehetőség van arra, hogy ezt a nevezett területet az egyesületnek nem tulajdonba adjuk, de hát haszonbéletet használhatják. Ez azt gondolom, hogy azért is kiemelkedően fontos, mert egy újabb fázisba tud lépni az egyeztetés a katasztrófa védelemmel, hogy ők tovább milyen plusz segítséget tudnak nyújtani, hiszen azt is elmondták, hogy hivatásosok nem lesznek Szentlőrincen, de minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy egy jól működő önkéntes egyesület legyen Szentlőrincen, mert arra viszont szükségük van, és számítanak a munkájukra. Ez viszont tőlük is, és tőlünk is, a várostól is kötelezettségeket igényel, és azt gondolom, hogy ezzel a lépéssel most egy nagyot léptünk ez irányba, vagy léphetünk ez irányba. Bizottságok megtárgyalták, elnök asszonynak adnám át a szót.
Igen, a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Pünkügyi Bíróság szintén megtárgyalta és támogatja, hogy ezt a haszonbérleti szerződést megkösse a város. Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel, hozzászólás, esetleg elnök úr részéről nincs. Köszönöm szépen, akkor további jó munkát kívánunk, és reméljük, hogy az átköltözés után majd, amit egyeztetünk még, akkor egy jobb körülmények között tudják biztosítani a lakosság, illetve a környező településeken a védelmet is. Jó, akkor aki egyetért ezzel a határozati javaslattal, kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangulag elfogadták. Következő 8-as előterjesztés, hadd ne olvassam végig, lényeg közvilágítás, korszerűsítés tárgyában kiírt, pont szerint hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásról. Azt gondolom, hogy talán a legrégebb óta magunk előtt vitt program, hiszen évek óta beszélünk arról, hogy a város közvilágítását szeretné a testület, még az előző testület is, vagy talán még azt mondhatom, még az azt megelőző testület is téma volt. Valamikor néhány évvel ezelőtt, vagy inkább évtizede elindult, volt egy lépés, és utána ez különböző okok miatt ugye nem tudott tovább menni, elsősorban anyagi okok miatt. Volt egy időszak, amikor a közvilágításra országosan is több pályázat ki lett írva, ezek több-kevesebb sikerrel és visszhanggal zajlottak, majd azt a tájékoztatást kaptuk, hogy hát nem tervezi az állam újabb közvilágítással kapcsolatos pályázatnak a kiírását. Aki úgy gondolja, hogy ez nála egy megoldandó feladat, azt önerőből kell megvalósítania. Ugye azóta is eltelt most már azért 4-5 év legalább. A következő anyagot, amikor az önkormányzat megcsináltatta a terveztetést, bekértük az ajánlatokat, és kaptunk is sajnálatos módon csak egy ajánlatot egy cégtől, de a specialitása miatt ez talán még valamelyest magyarázható is. Az már kevésbé, hogy míg a korábbi egyeztetések arról szóltak, hogy ez a beruházás jelentős energia megtakarítással fog járni, addig a számítások, illetve a beruházás végén kiderült, hogy ez nem olyan nagy energia megtakarítással jár, hanem minimálissal, hogy azt mondjam, illetve maga a költség, amit viszont az önkormányzatnak be kell tenni, az évi 8 millió fölötti összegről van szó, és mindezt 6 éven keresztül. Én azt gondolom, nagyon nehéz helyzetbe kerültem én magam is, de talán mondhatom, hogy valamennyien, de majd mások helyett nem szeretnék nyilatkozni, hogy egy olyan helyzetbe, amikor valóban az előbb említett beruházásainknak az önerejéről beszélünk, mert már csak mondjuk csak azt a 10%-ot, vagy ennyit kell hozzátenni, ott akkor kockáztathatunk-e, hogy újabb nagyfába vágjuk a fejszénket. És az én javaslatom az volt, és ezt én vállalom, és nem akarom senkire átterhelni ezt a dolgot, hogy én úgy látom, hogy jelenleg a város erre a hosszú távú elkötelezettségre, ezekkel a mutatókkal, amik itt menet közben alakultak, én nem látom ezt biztosítottnak. Azzal a kitétellel, és ezt a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy viszont némely területeken nem várhatunk tovább, hiszen én magam is, jegyző úr is, talán még képviselők is, a különböző megkeresésekre azzal reagáltunk, hogy folyamatban van a pályázat, vagy a tervezés, a kivitelezés, az egyeztetés, és abból fogjuk megvalósítani. Menet közben kiderült, hogy itt egy ilyen félreértés miatt, ugye ez a 8 millió forint az, hogy nincs benne az energia költség ebbe a törlesztésbe, tehát ez egy plusz költség. Ezért azt gondolom, hogy minden erőnkkel, és most azt mondom, hogy talán ez a prioritást kell, hogy élvezzen a város költségvetésébe és beruházásaiba, hogy azokat a sötét foltokat, azért nem sok van ilyen a városban, azonnal, ha ma úgy döntünk, hogy nem cseréljük ki az összes lámpatestet, a sötét foltoknak az egyeztetése azonnal el kell kezdeni. Gondolok itt például a Tompa Mihály utcára, vagy a kék panelek után keleti irányba lévő családi házas övezetbe, ahol egy kicsit úgy már az elmúlt évtizedekkel ezelőtt
kicsit ritkábban szerelték föl ezeket a lámpatesteket, a sűrítést meg kell lépni, hiszen van ott olyan utca, ahol egyik oldalon sincs járda, tehát az úton közlekednek az emberek, tehát ez is egy hátrány ennek a résznek. Ezt meg kell lépnünk, és évről évre ezeket a sűrítéseket el kell végeznünk. Tehát én nekem az a kérésem és a javaslatom, hogy ezt, mivel szerintem nagyon nagy összegről van szó, a lehetőségeink, a jelenlegi lehetőségeinktől, és ahogy a balatoni képviselő elmondta, balatoni úr elmondta, lehet, hogy ez már jövőre más lesz, és vissza tudunk rá térni, és újra tudunk foglalkozni, de ettől függetlenül további haladékot nem tűr részemről ez a dolog, ezt a lépést meg kell tennünk, és ebbe kérném a képviselőtestület támogatását, hogy ezt ilyen formába önerőből kell megcsinálnunk. Tehát legtöbb helyen nem önerőből, hanem pályázatból. Akkor még voltak pályázatok, de mondom, az említett okok miatt nem várható. Ha pedig mégis lesz, akkor ezen fogunk indulni. Köszönöm. Jegyző úr vagy nem? Akkor bizottságok tárgyalták. Először akkor a Humán Bizottság elnök asszonyát kérdezném. Igen, a bizottság a beszámolóban megtárgyalta, és azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy eredménytelenné nyilvánítsa a közbeszerzést. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta, és a megküldött anyagban lévő kettes variánst, amelyik az eredménytelen nyilvánítást jelenti, ezt javasolja a képviselőtestület felé elfogadásra. Köszönöm szépen. Akkor most pedig a észrevételek, egyéni vélemények. Földvári úr? Nem? Akkor Balatoni úr? A technika fejlődik, és jelenleg a korunk egyik nagy rákfenéje az energia. Az energiaellátás, ami egyre inkább ugye problémát okoz a modern iparnak és mindenkinek. Két megoldás van, egyrészt a megújuló energiaforrásoknak az alkalmazása, hát részben ugye Lőrincen megtörtént ugye a geotermikus energia felhasználásával, szerintem itt kéne valahogy ezen is tovább lépni, és hát az energiatakarékosság, aminek egyik válfaja lenne az, hogy olyan takarékos közvilágítást alkalmazni, ahol sokkal kevesebb energiát és hatékonyabb közvilágítást tudnánk. Nagyon sajnálom, hogy ugye ezt most nem tudjuk megvalósítani, de ahogy a polgármester úr elmondta, én magam is azt mondom, minél előbb erre rámenni. És kiemelném azért még a Tompa Mihály utcát, ami rákfenéje, már itt a milliószor fölhoztam testületi meg bizottsági ülésen, mert arra sétálok, akkor mindig elkapnak ott az utcán. A Váci Mihály és a Tompa Mihály utca sarkán elmondottan volt, ott van egy világító test, amit 45 fokba befordítanánk, az már sokat javítana, tehát nem sok, nem, szinte semben nem kerülne, akkor az a részben bevilágítaná a Tompa Mihály utcának egy nagy részét is, és a Váci utcát, meg amúgy is a Pécsi út és egy 20 méterre bejebb lévő lámpa amúgy is bevilágítja, de ez az 45 fokba befordított lámpatest amúgy is bevilágítaná azt az átkelési szakaszt. Hát bízva abba, hogy a gazdasági helyzet javultával valójában mi is spórolni, ugye azt szokták mondani, hogy a gazdag ember tud spórolni, a szegény ember nem. Próbáljunk gazdag ember lenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Györvári úr. Múlt héten valamikor felhívott Kovács Krisztina alpolgármester asszony, hogy meg lehet tekinteni a Kozár-Mislényi közvilágítást, ugye ez volt. Akkor az anyag még nem volt kiküldve. Én neki telefonban azt mondtam, hogy egy ilyen leasing szerződés az biztos, hogy drága lesz, és nem kifizetődő. Tehát, de az anyagot még nem kaptam meg. És egyetértek most ezzel a fejtegetéssel, mert az, tehát olyan hosszú kifutásúak, és annyit kell rákölteni, hogy a végén már, amikor majd jönne valami megtakarítás, akkor már nincs értelme, nincsen célszerűsége. Azzal egyetértek viszont, hogy folyamatosan kell karbantartani. Amikor a legutóbbit csináltuk, az is elég nagy tétel volt, mert elég sok utcát sikerült, ugyanígy csinálta a saját pénzből, tehát amikor összed a saját pénz, akkor csináltunk meg. És a következő években rögtön meglátszott a megtakarítás, tehát akkor rögtön kasszába került a megtakarítás. Tehát én ezzel értek egyet, hogy,
hogy így, ilyen módon ezt nem szabad megcsinálni, viszont foglalkozni kell vele, mert tényleg több utca van, több hely van, ahol ki kell pótolni, de az viszont már akkor a modern eszközöket kell felrakni. Ennyi, köszönöm. Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel, Ani, Vörösár képviselőasszony. Csak ugye most nyilván arról fogunk szavazni, mert a határozati javaslatok erről szólnak, hogy ugye elfogadjuk ezt a közbeszerzési eljárást, vagy érvénytelenítjük. Tehát, hogyha érvénytelenítjük, akkor csak erről szavaztunk. Igen. Akkor én azt szeretném kérni, hogy azt, amiről itt meg bátran beígérgettünk, hogy de itt meg ott meg amott meg kell csinálni, akkor az legkésőbb a következő testületi ülésen előterjesztés formájában jelenjen meg. Nyilvánvalóan akkor egy ahhoz való pénzügyi kalkulációval együtt. Mert most nehogy az legyen, hogy itt majd beszéltünk erről, és azt gondolják az emberek, hogy holnaptól fölfutkosó emberek lesznek a világító testekhez, és ott fogják cserégetni, megépíteni ezt az egész történetet. Tehát itt most nem arról döntöttünk, hanem arról, hogy ezt ebben a formában nem valósítjuk meg. A következő pedig kerüljön minél előbb előterjesztésre, akkor a képviselőtestület elé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha más nincs, akkor kérem szavazzunk. Tehát akkor az elem azt a variációra arról szavaznánk, hogy nem eredményes a közbeszerzés, aki ezzel kérem, aki egyetért, kérem emelje, készfelemléssel jelezze. Jó. Tartózkodás, egy tartózkodás, és a jelenlévők elfogadták. Akkor következő, 9-es napirendi pont, az utolsó tájékoztatás óta történt változásokról a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban, szintén a bizottság üléseken a hivatali kollega végig ment a pályázatokon. Esetleg jegyző úr kiegészítést tesz, René a szó. Köszönöm szépen. Annyi kiegészést tennék a elküldött anyaghoz képest, hogy lezárult időközben ugye az iparterület fejlesztési pályázatnak a közbeszerzési része, és gyakorlatilag erről majd a rendkívüli testület ülésre fogunk készíteni előterjesztést, ugye a javaslatokkal, amiket meg kell tenni. Ugye csatolva van egy úgynevezett önerőtáblázat is. Az önerőtáblázatban gyakorlatilag lehet látni azokat a becsült önerőket, illetve létező önerőket, amiket majd meg kell valahogyan terveznünk, illetve valahogyan majd pótolnunk kell. Itt annyi, hogy egy súlyos döntést kell majd meghozni, mert magasabb lett a tervezetnél az önerő. Nem olyan vészesen magasan, de magasabb lesz, és ennek következtében erről majd egy döntést kell hozni a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottsági elnökök akkor. Humán bizottság elnök asszonya, legyen szíves. A bizottság a pályázati tájékoztatóban foglaltakat részletesen megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta, és a beszámolóban foglaltakat elfogadta, és elfogadásra javasolja. Jó. Köszönöm. Nem mennék most végig, de azért egyre kitérnék. Ugye az egyik pályázatunk, ami azt gondolom, hogy a legtöbb embert közvetlenül is érinti. Ez az óvoda építéses pályázatunk. Itt arról tudok beszámolni, hogy ugye az egyeztetések megtörténtek. Határozott ígéretünk van arra, hogy ezt a többlettámogatást ezt meg fogjuk kapni. Ezen dolgozik a többek között az országgyűlési képviselőnk is. Legutoljára múlt héten, pénteken történt egyeztetés. Itt többen részt vettek, többen hallották az ott elhangzottakat. Utána én még néhány szóba tettem javaslatot, hogy én esetleg miben látnám a következő lépést, de arra jutottunk, hogy ezt bízzunk abba, és határozott ígéretünk van arra, hogy igen, meg fogjuk kapni ezt a támogatást. Én bízom benne, hogy akkor az építkezés el tud kezdeni. A jegyző úr által említett csarnoképítés is ugye el tud kezdődni. Én azt gondolom, hogy ezek majd valamikor, 3-4-5-10 év múlva ezek a csarnokok pénzt fognak hozni az önkormányzat számlájára.
most pedig a bővített, vagy azt a növelt önerőt kell kigazdálkodnunk, hogy majd valamikor Szentlőrinc jövőjébe ezek termelő és pénzforrás legyen, és ne csak pénz elvonás a mi költségvetésünkbe. Azt gondolom, hogy ezek megvannak. Ami még többször kaptam kérdést, elnézést, ez pedig a tanúszoda. A tanúszoda pedig, ugye, hogy elmondtam korábban is, az egy állami beruházás, állami, abszolút állami. Mi a területet adtuk oda, ezt ismét meg kellett erősítenünk, vagy ezt a korábbi döntésünket kérték, tehát ezt Budapesten folyik az ügy. Én annak idején nagyon örültem annak, amikor mi bekerültünk, hogy kormányzati döntés lett arról, hogy Szentlőrinc is tanúszodát fog kapni, illetve a Szentlőrinc és környékbeli tanuló ifjúság kapja elsősorban, de hát a szentlőrinciek is ugye használhatják a szabad kapacitást, és hát kihasználva. Én remélem, hogy itt is előbb-utóbb megindul a munka, de ugye múltkor is említettem, hogy még egy ugyanebben a választókörben, ugyanebben a megyében még áll egy építkezés, az prioritást fog élvezni a félig elkészült tanúszoda, az el nem kezdett tanúszoda építéssel szemben, úgyhogy ide ott is úgy hallottam, hogy azért valami előrelépés történt. Erről ennyit tudok mondani, de remélem, hogy a játszótér és a többi is tavasszal már tudjuk használni, hogy a gyerekek tudják használni, illetve a park, ami itt mellettünk, de ez később még lesz a következő napirend, úgyhogy erre nem is térnék ki, itt az előrelépések meg lesznek. Kérdezem, hogy tudunk-e akkor? Nem tudunk, mert balatoni képviselőre a szó. A kijelölés megtörtént sajnos, ez már a múlt, mert azok a kijelölések, levelkorok már ott eltűntek, tehát nincs kijelölve terület sajnos. És még egy kérdésem lenne, hogy a kerékpáron az Ormánszágtól a Mecsekig egy központi pályázat, és a projekt befejezése 21.03.21. Tehát jövő március. A következőt szeretném mondani. Hát hogy mit mondhatok meg, mit nem, ezen most gondolkodom, de úgy tudom, hogy én nem láttam az adást, de a különböző tévécsatornákon, illetve a tudomásom szerint még a Dunántúli Naplóban is megjelent bizonyos cikk, ami érintette ennek a kerékpárútnak a mellettünk lévő település szakaszát, ugye ez a Cserdi szakasz. Az elnök úrral, az őri elnök úrral, megyei közgyűlés elnökével, illetve a Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrral is ugye több olyan projektről is beszéltünk, ami nem Szentlőrincet, hanem a megyét érinti. Pontosan ugye az egyik az a kerékpárhálózat, hiszen mindketten még Nagy Csaba képviselő úr megyei elnökként nagyon sokat tett, dolgozott azért és lobbizott, hogy a megyei kerékpárút hálózat az egy valóban egy hálózat legyen, és ne egymástól külön kerékpár utak. Ennek egy része ugye ez a kelet-nyugati és észak-déli is. Nagyon nehezen haladt előre különböző kisajátítások, területmegvételek miatt ez a Komló, majdnem, hogy Komlótól indul le egész ugye ez a rész, ami Szentlőrincet is érinti. Meg fog valósulni, én azt a tájékoztatást kaptam, de biztos, hogy csúszni fog ez a beruházás. Tehát ez mindenképpen, de a kerékpárutas beruházások a prioritást élvez a megyébe, hiszen azt gondolom, hogy az idegen forgalmak egy részét szeretnék ezzel kicsit megerősíteni. Tehát kastélyokat, nem lehet olyan kastélyokat elkezdeni építeni, amit mondjuk több száz évvel ezelőtt kellett volna, de Baranya megyében is, ahogy az előbb említetted, ugye rengeteg az ország gyöngye aranya, tehát rengeteg érték van, és az elmúlt években, évtizedekben már épültek kerékpárutak, és ezeket, hogy el lehessen érni, ezen pedig dolgozik a megyei vezetés, ugye köztük ugye a képviselő asszony is ott a megyében, lehet, hogy még többet tud erről mondani, tehát ezeket az utakat meg akarják építeni, minden forrást megragadnak, bennünket is érint, de az ő véleményük is az, hogy ez csúszni fog mindenképpen, ez az említett út is. Örömmel tapasztalom, ugye tudjátok, hogy én régi biciklis vagyok, nagyon régóta már biciklizünk a nejemmel, meg hát még korábban is, és örömmel tapasztalom azt, hogy megnőtt a kerékpárosok száma, a sportszerűen kerékpározók száma. Ugyanakkor ezzel paralel megnőtt a kamion és a nagy traktoros forgalom, ami rendkívül balesetveszélyesé teszi, mert aki már
akit megelőzött már, vagy szembe jött egy ilyen kamion 90-nel 100-al, úgy meglöki a biciklist, hogy majdnem az árokba belöki. Tehát azért is fontos lenne ez a kerékpárút, egyrészt ugye a turizmus, ugye mint kiemelt iparág támogatandó, másrészt pedig balesetveszélyes helyzetek elkerülése, valamint ugye az egészséges életmód támogatását, erre való törekvését. Hát a képviselő úrral én is beszélgettem, és viccesen megállapítottuk egymás közt, hogy a diófát az ember az unokájának ült, tehát a kerékpárúttal ne legyünk kétség, az unokáink majd fogják élvezni. Én bízom abban, hogy ez a kerékpárút mielőbb, és hát én tudom, hogy a képviselő úr nagy támogatója, maga is kerékpárodik időtlen idők óta, és bízom benne, hogy tényleg megérjük azt, hogy kerékpárral valahonnan, valahova el tudom menni. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Bármelyik pályázathoz van esetleg észrevétel vagy kérdés, jelen van a pályázati referens is, vagy jegyző úr, tud válaszolni. Ha nincs, akkor kérem, aki elfogadja a beszámolót, amit ugye bizottsági üléseken részletesen megtárgyaltunk, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangon elfogadták. Következő előterjesztés az Interreg pályázat keretében ajánlattételre meghívandó műszaki ellenőrökről. Ugye ez, amit az előbb elkezdtem némileg bele nyúlva, ugye ennek egy része ennek a pályázatnak az egy ilyen történelmi kutató munka, a másik része pedig egy beruházás, konkrétan a Városháza melletti zöld területen egy park kialakítása. Ennek a parknak a kialakításához viszont ugye műszaki ellenőrre van szükség. Már ugye korábban döntöttünk arról, hogy mely cégek lettek itt meghívva, viszont hogy effektíve egyáltalán elkezdődhessen a munka, ahhoz a műszaki ellenőrnek az első perctől ott kell lenni, és ahogy mondom, az első kapavágástól ott figyelni kell, hogy minden megfelelően történjen. Tehát most erre fogunk javaslatot tenni, vagy javaslatot kérünk, ugye, hogy kik legyenek, akiket meghívunk. Speciális területről van szó, de mind a bizottsági ülésen is említettem, bárki, aki úgy gondolja, hogy van a látókörébe ilyen szakember, akkor meghívásra kerül és ajánlatot tehet. Bizottság nem tárgyalta, a humán, tehát a pénzügyi bizottság megtárgyalta, a felsorolt nevekkel, illetve cégekkel egyetértve hozzátette azt, hogy ha is amennyiben van valakinek egyéb javaslata, a meghívandó körét kibővítendő, akkor azt kérjük, hogy tegye meg, és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Jó. Korábban befejezett projekt kapcsán bizottság ülésen elmondtam, ugye pontosan a tornaterem felújítása kapcsán a műszaki ellenőrnek a szerepét, annak a felelősségét. Ami én úgy gondolom, hogy nem teljesült teljes mértékben sportcsarnok felújításánál. Én azt tudnám javasolni, hogy ha műszaki ellenőrt kiválasztjuk, akkor közöljük vele ezeket a feltételeket, hogy mit várunk el tőle. Szóval ne az, hogy ő idejön kétszer, és így messziről meg, ó, minden rendben van, és elszalad, hanem nézze meg, hogy annak a játéknak, annak a járdának a megalapozása megvan-e megfelelően, stb. Tehát műszaki szemlélettel egyszerűbben foglalva, a jó gazda gondosságával járjon el. És akkor még valamit erre ez az egész park felújításáról. Én magam első változatban, amikor ezt a park felújítást elolvastam, és láttam, hogy ilyen tervezet van, akkor azt mondtam, hogy hát épp elég bajunk van, meg épp elég költségünk van nekünk, most pont egy ilyen park hiányzik még nekünk, meg tudjuk ezt mi magunktól is oldani, és akkor elkezdtem spekulálni rajta, hogy most nekiállunk megcsinálni, veszünk 60 fát, veszünk 10 padot, veszünk 3 mintát, a műszaki költség, az építés, odáig jutottam, hogy tulajdonképpen ez 3,5 millió forint kevesebb műszaki tartalommal, mint amit itt nyerünk a pályázaton. Én mindenképpen így azt mondanám, hogy támogassuk a pályázatot, ugyanazért pénzért gazdagabb műszaki tartalmat kapunk. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Akkor ha egyéb hozzászólás nincs, akkor kérem szavazzunk, tehát a felsorolt cégek, illetve személyek kerülnek meghívásra. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangul elfogadták. Köszönöm. A 11-es előterjesztés a VP,
nem olvasom végig a számot, elnézést, benyújtandó pályázat keretében fejlesztendő piac helyszínének meghatározásáról. Szintén nem először van a testület előtt, illetve már a korábbi évek testülete előtt is volt már egy hasonló pályázat. Nagyon sok egyeztetés volt az elmúlt időszakban, sőt mondhatom években a piaccal kapcsolatban, hiszen Szentlőrincen igazán piac nincs, illetve nagyon régen volt, ami azóta ugye korábban lebontásra is került. Az egyeztetések során azért az derült ki, hogy a képviselők, a döntéshozóknak a többsége úgy gondolja, hogy szükség van egy piacra, illetve abba bízunk, hogy ennek a piacnak a megléte, a piacozásnak, a piacra érkezők mindkét oldalról, egyrészt mint az elárusítással, az árusok számát is meg fogja növelni, illetve a fogyasztók is többet fognak esetleg járni a nagyobb kínálat reményében ugye a piacra, és a hazai terméket tudják majd megvásárolni, ami annyira lesz hazai, hogy nemhogy csak valahol az országon belül, hanem esetleg a környékbeli települések, őstermelői és termelői tudják itt a saját termékeiket eladni. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog lenne. A helyszínt illetően ugye több variáció felmerült. Végül is a bizottsági ülésen ugye szembesülnünk kellett azzal, hogy ahhoz, hogy ez a pályázat beadásra kerülhessen, akkor a beadás időpontjára már egy alap tervezésen azért túl kell lenni, illetve pontosan a helyrajzi számot meg kell adni, hogy hol kívánja megvalósítani ezt a piacot az önkormányzat. Egyrészt akkor ez két terhet is ró ránk, egyrészt a helyszínt azt el kell döntenünk, a másik pedig azért a tervezésnek vannak költségei, amit bevállalunk, ha úgy gondoljuk, ha egyáltalán akarunk indulni ezen a pályázaton. Újabb helyszín és újabb variáció csak akkor jöhet számításba, ha ezen a pályázaton nem nyerünk, és esetleg átgondoljuk, vagy újra gondoljuk, de azt a tájékoztatást kaptuk, hogy országosan maximum olyan 30-40 nyertes pályázatról lehet szó. Na most ugye itt nem 30-40 város versenyzik, vagy ne egy Isten megye székhely, hanem a legkisebb falu is indulhat ezen a pályázaton, úgyhogy azért az elég szép számmal vannak, tehát nagy valószínűséggel az első körben ez le is lesz zárva, ez a pályázat. Ennek tudatában a bizottsági ülés, vagy a bizottságok úgy döntöttek, hogy nem veszem el a szót az elnököktől, hogy induljunk neki, és ne várjunk. Én is abba bízok, hogy egy korszerű piac kerülne kialakításra. Átadom a szót akkor elnökasszonynak. Igen, a bizottság megtárgyalta, és a fejlesztéssel érintett területet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Földvári úr. A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta, és a március 15-e téri helyszínvel értett egyet, azt javasolja, illetőleg tudomásul veszi azt, hogy a nem nyertes pályázat esetén a durván 950 ezer forintos költség az az önkormányzatot fogja terhelni, és javasolja elfogadásra a testületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Annyival egészíteném ki, ugye, hogy azért itt is hangozzon el, nem csak a bizottsági üléseken, hogy egyrészt a tervek később is felhasználhatóak egy későbbi pályázatnál, a másik pedig, ami a legnagyobb gondot okozza jelenleg is, hogy a parkolóhelyek megszűnésével jár a beruházás. Ugye a tervezővel olyan egyeztetés történt, hogy az eddig nem parkolóhelyként lévő területen újabb parkolóhelyeknek a kiépítésére kerüljön sor. Tehát maga a tervezés folyamata az úgy zajlódjon, hogy nem csak maga a piac épülete, hanem a körülötte lévő területnek a rendezése, térkövezése, esetleg parkolóknak a kialakítása benne van a tervezésben. Köszönöm, én ennyit szerettem volna mondani. Észrevétel, balatoni képviselő úr. Helyszínről, és mi főleg a Gábor találta ki, és én el tudtam fogadni az ötletét, hogy a térrel szembeni oldalon a mérleg, Malom mérlegháza és a jelenleg könyvelőre között van egy rész. Tudom, hogy a Telek nem az önkormányzaté, ugye első kérdésem, ugye, hogy
a telek vásárlás esetlegesen benne van-e a projektben, ugye, mert ha mi adjuk a telket, ugye, akkor egy más helyzet. Tudnilik, ha oda sikerülne a piacot tennünk, akkor egyrészt a tér egy, szép épülettel lezárulna, és a parkolók is megmaradnának. Ha most betesszük oda a piacot, a jelenlegi piac, illetve a parkoló helyére, akkor teljesen zsúfolt lesz, egy őskáosz alakulott ki. Szerintem legideálisabb helye ott lenne. Persze nyilvánvaló, ez a mi véleményünk kérdés az, hogy a jelenlegi telek tulajdonos hajlandó-e ott egy bizonyos telekrésztől megválni, vagy azt mondja, hogy ennek a teleknek az ára, mit tudom, 80 millió forint, ugye, ami eleve. De hát az ő jó indulatába és a város kép, illetve a város további jólétéhez, fejlődéséhez való hozzájárulási akarata vagy szándéka talán ugye abban az irányba tudnám mozdítani a dolgot, hogy valóban oda kerülne a piac, és akkor lezárulna a tér, ugye. Ott az Omega, az Eszterházi, a buszmegálló, az üzletközpont, a Malom, és akkor tényleg hogy egy egység lenne, lezárodná az egész. És nem azt az ocsmányságot látjuk jelenleg, aki arra sétál át, és sokan arra szemétdobnak használják, arra haladók a párba megvecsörös dobozt dobálják be. Köszönöm a felvetést, de azt gondolom, hogy részben válaszoltam a dologra. Ugye a bizottsági ülésen kiderült, hogy a helyrajzi számot meg kell adni, márpedig a következő talán szűk két hétről beszélünk. Az, hogy az a Szent Ürinc város önkormányzat tulajdonába kerüljön, az nem valószínű, hogy végigvihető. Egyrészt azért az egy jelentős összegbe kerülne. Megmondom őszintén, nem beszéltem a tulajdonossal, de azért azt tudni kell, hogy szinte az egész utca egy tulajdonosnál van. Tehát értem azt, hogy a Malom, a mellette lévő egykori Dédász ingatlan, ez egy egység, sőt, még az utca másik vége is, úgyhogy a tudomásom szerint egy kis beszögelésként van ott az irodaház, az összes többi, és hátul az úgy össze is van kötve. Tehát nem akarok, lehet, hogy van mit keresnünk a történetben, de nehezen tudom elképzelni, hogy összefüggő területből egy kis darabot odaad a tulajdonos, de ez a későbbiekben esetleg még fölvetődhet és egyeztetünk, de most nem tudunk egyeztetni, hiszen az időkorlátunk ezt nem teszi lehetővé. És nem ismételném meg magam, elmondtam azokat a felvetéseket, amik ugye itt szólítottak. Sőt, más helyszín, abszolút más helyszín is felvetődött. Én azt gondolom, hogy ez nem most került először elő, ez a pályázat Szent Ürinc város képviselőtestületének életében. Ennek a testületnek igen, az előző testületnél is futott már egy kört ez a pályázat annak idején, és nekem is, mert én is ott ültem, meg más képviselőknek is már akkor eszébe juthattak volna esetleg ezek az új helyszínek, de ez most azt gondolom, hogy ez rövid az idő ehhez. Most azt mondom, hogy remélem, hogy nyerni fogunk, és nagyon remélem, mivel nem a Koltai Péter, mint egy ilyen lelkes amatőrként fogja megmondani, hogy építészetileg mi az elfogadható, és mit tart jónak, hanem a városi főépítészünk, illetve a tervezők egyeztetnek egymással, vagy egyeztettek eddig is már, hiszen a helyszín kialakításánál és a döntésünk előkészítésében már részt vettek, hogy az alkalmas-e, és ott kivitelezhető-e. Tehát azon, hogy olyan épületet kell oda tervezni, ami mind az egész környékre, illetve ami pedig elveszik, tehát a parkoló helyeket pedig pótolni kell mindenképpen. Jó, tehát most arról kell döntenünk, hogy igen, nem. Egyéb észrevétel, kérdés, ha nincs, Győrvári úr. Már múltkor is, hogy a helyszín az, ha azt a vázlatot kérdezzük, amit kaptunk, tehát azzal én a városkép romlását látom. Ha csak nem talál ki tervező valami egészen más stílust és egészen más alakzatot. Tehát ezért én a helyszínen nem értek egyet. A másik, a működési költségek jelentősek egy piacnál, és hogy annak a biztosítását azt előre kell tervezni, nyilván, hogy megnyílik a piac attól a perctől kezdve. A harmadik, hogy láttunk azon a bizonyos formális testületi ülésen, hogy egy magánberuházó is jelentkezett, aki csarnokot is építene, a piacot is építene, hozzá még valami szolgáltatást is építene.
tehát ami az városnak nem kerülne pénzébe, hanem egy magánberuházásként épülne föl. Tehát én ezért azt biztosabbnak látnám. Tehát ennyi az én álláspontom. Köszönöm szépen. Most kicsit kapcsolódva a Balatoni úr által elmondottak az előbb, hogy esetleg a tulajdonos, mint lokálpatrióta ott kedvezményesen odaadja, azért tisztázzuk, ezen a megbeszélésen ugye tájékoztatást kaptunk a nevezett az említett vállalkozóról. Ő sem azt mondta, és azt gondolom, ezt nem is várhatjuk el, és nem én értettem félre, hogy ő talált otthon a fiókba mondjuk 10 millió forintot, ő fölépíteni a városnak a piacépületet, majd utána azt mondja, hogy használja egészséggel a város. Tehát azt gondolom, hogy ha azt a vállalkozó építi meg, akkor természetesen a hasznait is ő szeretné utána visszaforgatni, teljesen jogosan. Én azt gondolom, hogy ha a városnak a pályázata nem sikerül, és nem nyer a pályázat, akkor egyetértek azzal, hogy vegyük ismét napirendre ezt a vállalkozóval történő egyeztetést, és ha mi nem tudjuk pályázatból, akkor külső. Tehát megmondom őszintén, nekem majdhogy nem mindegy, hogy a Szentlőrinci piacra menő az most úgy lesz elégedett, hogy a Szentlőrinc város tulajdonában lévő piacra megy be, vagy a Szentlőrinc területén lévő vállalkozó tulajdonában lévő piacra megy be. A lényeg az, hogy itt egy szép piac legyen, ahol használnak a szentlőrinciek. Ha most az lenne, hogy önerőből mi fogjuk a piacot fölépíteni 100%-ból, vagy a vállalkozó, akkor rögtön azt mondanám, hogy örüljünk, hogy van egy ilyen vállalkozó, építse meg. De ha nekünk ezt pályázatból sikerül megvalósítani, akkor éljünk a lehetőséggel, de mégis akkor azt gondolom, hogy akkor ezt egyet tudunk ebbe érteni, amennyiben a pályázatunk elutasításra kerül, akkor a vállalkozóval vegyük fel a kapcsolatot, hogy ő milyen konstrukcióba és milyen feltételekkel vállalná ott egy piacnak a megépítését. Ha esetleg ő tud pályázatot ennek a piacra, hogy az ő megkapja esetleg más forrásból, vágy, hogy én erre nyitott vagyok, és ezt a testület el fogja dönteni. Köszönöm, én ennyit mondtam volna. Akkor szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy a nevezett helyszínre a pályázatot beadjuk ott piac építésére, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen. Tehát 6 igen, aki nem, aki tartózkodik, 2. Most a tartózkodás. Akkor nem, akkor a Győrvári úr nem, akkor nem, 1 nem, és 1 tartózkodással. Köszönöm szépen. A következő 12-es előterjesztés az esélyotthon pályázat keretében gépjármű vezetői képzés támogatása. Többször szerepelt ez már a testület előtt, ugye egy korábbi pályázatunknak egy részeként lehetőség van arra, hogy a Szentlőrincen a 18 és 33, ha jól emlékszem, de a 18 az biztos, tehát 18 év és 33 év közötti fiatalok pályázhatnak arra, hogy gépjármű vezetői engedélyt szerezzenek. Ezt 24 főnek a pályázat, Szentlőrinc pályázónak, tehát Szentlőrinc város pályázati forrásból tudja biztosítani. Természetesen vannak még külön feltételek. Ez szerintem már egy vagy két hónappal ezelőtt ezt részleteiben megbeszéltük, nem mondanám el még egyszer. Tehát megfelelő iskolai végzettség, tehát vagy érettségi, vagy szakmunkás bizonyítványnak kell lenni, a kort említettem, illetve egy elég szigorú szerződést kell kötni az önkormányzattal, hogy a nevezett fiatal hölgy vagy úr komolyan is gondolja ennek a jogosítványnak a megszerzését, és amennyiben az ő hibájából ez nem valósul meg, akkor ezt az önkormányzatnak ezt ki kell fizetnie, hiszen szeretném, hogyha 24 valóban megszereznék ezt a jogosítványt. Bizottságok tárgyalták, Humán Bizottság elnök asszonya. A bizottság megtárgyalta a pályázati felhívást, tartalmával egyetért, és ezért javasolja a képviselőtestületnek az elfogadását. Köszönöm szépen. Földvári úr. Pénzügyi bizottság nem tárgyalta. Jó, nem tárgyalta, akkor elnézést. Jó, észrevétel. Györvári úr. A programmal, a projekttel kérdésem, hogy megfelelnek az információs csatornák, hogy eljussanak ahhoz a réteghez, akikből meríteni lehet. Tehát, és én ezt szeretném látni, mert találkoztam olyannal, aki egyébként megfelelne ennek, de nem tudott róla. Tehát kérdés, hogy a mi
információs rendszerünk az megfelelő, vagy elegendő-e ahhoz, hogy tényleg a legmegfelelőbbeket és azokat válasszuk ki, akik is fogja csinálni. Jó. Én azt gondolom, hogy a város honlapján megtalálható, de mivel a város honlapját azért nem éppen az a leginkább böngészett oldal, ezért a Facebookon keresztül is, a Facebook csatornán keresztül is az információt próbáljuk eljuttatni, tehát a lehetőség megvan. Biztos, hogy lesz olyan, aki még egy év múlva is azt mondja, hogy nem is hallott róla, pedig indulni szeretett volna, és jaj, de jó lett volna. Én azt kérem, hogyha valaki nem is tartozik ebbe a körbe, de az unokája, a gyereke ebbe tartozik és hall róla, akkor adják át az információt. Azt gondolom, a Facebookon keresztül pedig azért ez a korosztály, ez egy igencsak aktív Facebookos rész, tehát minden ilyen problémát, vagy minden ilyen fórumot, vagy információs csatornát akkor ragadjunk meg, és a projektvezetőnek is, és a hivatal munkatársa is, és ez a kérésem. Jó? Köszönöm. Igen. Akkor ezt is gyorsan elmondom, a következő, tehát az említettem 24 hely van, és azt kell, hogy mondjam, az a legegyszerűbb, hogy érkezési sorrend. Tehát alapvetően meg kell felelnie, hogy a kornak, meg kell felelni az iskolai, tehát vagy érettségivel, vagy szakmunkás végzett, tehát szakmunkás bizonyítvánnyal, szakmával kell rendelkeznie, emellett KRESZ vizsgával is rendelkeznie kell. Tehát azt gondolom, hogy aki komolyan veszi, ma körülbelül egy hónap az interneten keresztül, hogy valaki letegye a KRESZ vizsgáját, most már hónapok óta beszélünk erről, tudom, hogy van, aki azóta csatlakozott be, és utána, amikor már minden feltétel megvan, akkor még alá kell írnia azt a szerződést, hogy amennyiben ő ezt meggondolja magát, elköltözik menet közben, és nem fejezi be, akkor a pénzt vissza kell adnia, és nem utolsó sorban azért azt is, hogy más feltétel nincs, bocsánat, szerintem. Jó, tehát azt gondolom, hogy de kérdőn nézek, körülbelül mindent elmondtam. Köszönöm szépen. Azért bátorkodtam megkérdezni, mert rendben van, ha nincs 24 jelentkező, vagy csak pont annyi van, akkor ugye nincs mit tenni, de ha mondjuk 48 jelentkező van, akkor azért célszerű lenne figyelembe venni a rászorultságot és ugye az anyagi helyzetet, hogy ugye aki, mit tudom én már most is, mit tudom én, 30 milliós Mercedes-szel jár. Értem. Értem a felvetést, tehát azt gondolom, hogy van, aki már bent, ugye ez korábban indult, ez most egy ismét kinyitottuk ezt az ablakot, vagy ezt az ajtót, bocsánat, ezt az ajtót most ismét be lehet lépni a rendszerbe. Van, aki már ben van, sőt, lassan már ki is megy a rendszerből, tehát olyan is van. Van olyan, én egy dolgot kértem, hogy azt hiszem, de most nem is az, hogy én mit szeretnék, erről a testület korábban már döntött a kiírás feltételeiről, tehát ezt most nem változtattuk meg, a testületnek van egy kiírása, ugyanazokkal a feltételekkel, mint eddig. Tehát valóban lehet, hogy célszerű, vagy nem célszerű. Ez körülbelül azt lehet mondani, ja, bocsánat, anyagi feltétele is van, hiszen nagy valószínűséggel 40-30 óra most, ami kötelező, nagy valószínűséggel, aki a nagypapa vagy az apuka jóvoltából illegálisan nem vezette eddig az autót mondjuk az elzárt területen, az 30 órán, ha most ül először a kormány mögé, nem fog tudni levizsgázni az elmondottak alapján. Tehát azt gondolom, hogy azt is be kell vállalni, és ezt az előbb elfelejtettem, hogy amennyibe neki nem 30, hanem 40-50 órára van szüksége, a további órákat neki kell fizetni ezzel a körülbelül mondjuk azt mondja, 4000 forintos díjazással, tehát ezt is föl kell vállalnia mindenkinek. Annak idején nem döntöttünk arról, hogy anyagilag milyen helyzetben van, a lehetőség mindenki számára nyitott. És nem élvez előnyt az, aki mondjuk egyetemi végzettséggel, mondjuk a villanyszerelővel szembe. Annak idején direkt én kértem azt, hogy legyen benne az, hogy szakmája legyen, mert azt gondolom, hogy ezzel tudjuk segíteni azt a fiatalt, aki esetleg akár a munkába járás, akár a vállalkozásnál, előny az, hogy neki jogosítványa is van, és mobilitását tekintve jobb. De erről döntöttünk, és azt nem szeretném, hogyha most ezt visszapörgetnénk, hogy most akkor újabb feltételeket tennénk be, erről korábban döntöttünk. Ugyanazt az ajtót nyitjuk ki, amit egyszer kénytelenek voltunk becsukni. Képviselőszék. 27 jelentkező volt az első alkalommal, amikor kiírásra került, és a 27 jelentkezőből 12 fő az, akiről tudjuk, hogy vagy vezet, vagy megcsinálta a KRESZ, és így a másik fele a jelentkezőknek így eltűnt az éterbe. Tehát, hogy mi is azt hittük, hogy óriási túljelentkezés, mindenki ezt komolyan gondolja, de mint kiderült, itt jelenleg ezzel még az indikátor számunk sem teljesülne, tehát emiatt kell ez a második kör.
Jó. Így van, azt gondolom, hogy ez minden család, akkor is, ha az előtt említetted, hogy nem tudom én, teljesen mindegy, hogy milyen anyagi körülmények között, ez a 120 ezer forint, ez szerintem mindenkinek jól jön. Gondoltam én, ezek szerint ez nem akkora lehetőség, de lépjünk szerintem tovább. Aki egyetért, hogy a korábbi feltételekkel együtt írjuk ki, az kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenjük egyhangulat. És mivel most zárt ülés következne, ezért egy 5 perces szünetet rendelek el. Köszönöm. A zárt ülésen a 13-as napirendi pontot tárgyalta meg a képviselőtestület. Az előterjesztés az esélyotthon pályázat keretében ösztönző támogatás tárgyában új felhívás kiírásáról. Korábban, több hónappal ezelőtt a képviselőtestület döntött arról, hogy egy ösztönző rendszert ír ki fiatalok számára, akiknek az aktivitására számítunk. A COVID-helyzet miatt a szakmai vezetés úgy gondolta, hogy a bevállalt feladatok nem teljesíthetőek, ezért minden korábbi szerződését az önkormányzat felfüggesztette. Természetesen csak azért, hiszen a rendelkezésre áll a pénzünk, tehát csak azért, mert olyan feladatokat vállaltak be a fiatalok, amelyek jelen helyzetben nem teljesíthetőek. Tehát most szeretnénk folytatni, viszont arra kérjük, vagy magam is és a képviselőtestület is arra kéri a fiatalokat, hogy olyan feladatokat, olyan programokat nevezzenek meg az ő feladataik körében, amit jelen helyzetben is tudnak teljesíteni. A korábban szerződött fiataloktól is természetesen várjuk a programjaikat, de új, eddig a programban nem szereplő fiatalok, fiatal felnőttek is beadhatják a vállalásaikat. Ezzel kapcsolatban, tehát úgy döntött a testület, hogy 2020. októberével új, az EFOP-os pályázatunkban egy új felhívást hirdet meg, és ennek a kiírását a város honlapján, illetve a Facebookon továbbítani fogjuk, és kérjük, akinek ilyen ismerőse, családtagja van, akkor jelezze feléje, hogy van ez a lehetőség ismét. Köszönöm szépen, ezt a testület egyhangulag elfogadta. Az zárt ülésen még egy napirendet tárgyaltunk. A Hazavárunk esélyotthon fiatalok számára Szentlőrincen című projektnél az önkormányzati bérlakások lakhatási támogatásában részesítettek éves értékelése. Ez lezajlott, hiszen azok, akik önkormányzattól a 2 évre kapnak lakást, a megfelelő feltételeket ugye korábban szintén tisztáztuk, a teljesítésükről be kellett számolniuk. Ez az elmúlt időszakban megtörtént, és örömmel vettük, hogy mindenki a vállalt óra számát teljesítette, és mivel a lakások rezsiköltségét természetesen a bentlakók fizetik, rezsitartozásuk nincs, tehát a következő időszakban is igénybe vehetik ezt az önkormányzat által biztosított lehetőséget. Köszönöm szépen, ezt is egyhangulag elfogadta a testület. Következő lenne akkor a 14-es napirend. Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról. Jegyző úrnak adnám át a szót. Köszönöm szépen, törvényi kötelezettséget kell teljesíteni. A képviselőtestet a szeptember ülésen módosította az önkormányzati hivatalnak a szerzeti működési szabályzatát, és ez magával vonza az alapító okirat módosítását is, amelyet a hivatal elkészített, és kérjük elfogadásra. Elnök asszonyt kérdezem, hogy a bizottság. A bizottság megtárgyalta a módosításról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Észrevétel, vélemény nincs, akkor köszönöm. Van, Györvári úr. Most már nem tudom, hogy a több ilyen formális, informális ülést is tartottunk a képviselőtestületnél, hogy melyikkel mondtam, hogy a rendes ülésen, hogy én szerintem túlburjánzott a hivatali létszám, és nem akarom felolvasni végig, mert nem az a cél, hogy hány kabinet, hány meg refektúra, meg hasonlók vannak, tehát egész komoly létszámot igényel ez a dolog, és határozott elképzelésem az, hogy ezt meg lehet csinálni olcsóbban. Tehát, hogyha nem akarok arányokat mondani, hogy mennyivel. De nyilván, hogyha csak egyetlen munkaerő van szó,
az 3-4 millió forint az éves költségvetése. Tehát, hogyha 2-3-4 ilyet meg lehet csinálni, akkor már most is felvettünk egy dolgozót ugye a hivatalhoz. Tehát, hogyha 416 millió bruttóba felszorod az egész mindennel együtt. Tehát majdnem annyi, mint az adónak a csökkentése. Tehát ha magunk nem találjuk meg a megoldást, akkor mint ahogy megszavaztam, sőt azt mondtam a végén, amikor a cégek felvizsgálatáról szóló jelentést megkaptuk, azt mondta, igen, fizessük ki, mert vannak benne javaslatok, melyek megtakarítást hozhatnak, célszerűséget javíthatnak, akkor viszont szálljunk rá, mert 500 000 forintot költöttünk arra. Esetleg lehet találni olyan szakértőt, aki független szakértőt, aki erre is képes, és itt is. Tehát ha fizetünk egy 500 000 forintot, hogy megtakarítunk több millió forintot, akkor lehet, hogy érdemes lenne. Tehát azt tudom, hogy most nem ez most másról szól, de közvetlen összefüggésben van, hiszen ezt kellene akkor megváltoztatni utána megint, hogy valamiképpen csökkenteni. Tehát én nekem ez a saját véleményem, viszont határozott álláspontom, hogy túlburjázott egy kicsit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jegyzőnek mindjárt megadom a szót, hiszen erre ő tud válaszolni. Én azt hiszem az utolsó testületi ülésen mondtam azt, hogy a magunk szemébe a szálkát se másébe, a gerendát se veszük, ugye, vagy észreveszük. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel a résszel egyetértek, hogy meg kell nézni, hogy valóban, és hogyha kell, ugyanúgy, mint a másik napirendnél már említettük, ha kell, akkor külső szakember bevonásával, akire nem lehet azt mondani, hogy elfogult, mert elfogult a polgármester, mert haragszik, és ezért azt mondja, hogy ezt kevesebb emberből oldjuk meg. Én ugye ez sem titok, ugye, mert említettem én már talán itt is, hogy a jegyző úrral is egyeztettünk, és mondtam, hogy az állami normatívából kellene kijönni. Amennyiben ez különböző okok miatt nem, akkor ugye ezt erre magyarázatot kell adni, de azt, hogy itt úgy elburjánzott a létszám, erről nem is nyilatkozni kell, akkor a jegyző úr válaszoljon erre, de azzal a részével, hogy cégeket, intézményeket, és ebbe beletartozik a hivatal is, meg kell nézni, hogy valóban hatékonyan működjön, megfelelő létszámmal, ezt pedig akkor nézzük meg majd. Köszönöm szépen, jegyző úr, viszont akkor szó. Létszám tekintetében nem tudok egyetérteni, 48 főről 41 főre csökkent a létszámunk. Az intézkedéssel igazából egy fő létszámmal növekedett a létszámunk, a többi az önkormányzattól átvett létszámokat jelenti. Tehát igazából az önkormányzatnál ezek az emberek dolgoztak. Annyi történt, hogy a hivatali átszerzés, az átszerzés következtében ezek az emberek átkerültek az önkormányzattól a hivatalhoz. Ennek egyszer az oka, feladatellátásukat gyakorlatilag a hivatal szervezés intézi és ellenőrzi. Tehát ezek az emberek eddig is itt dolgoztak. Jó, köszönöm. Jó, megbeszéljük. Jó, tehát azért mondom, hogy például most veszek egy példát, hadd mondjak, van egy darab gépkocsi vezető a város alkalmazásába, volt eddig, most a hivatal alkalmazásába. Ez a gépkocsi vezető dolgozik a hivatalnak, ahogy dolgozott is, dolgozik az idősek otthonának, ahogy dolgozott is. Tehát azt gondolom, ezt meg kell nézni, hogy igen, mi a helyzet, merre és hol teljesít szolgálatot, és ha azt mondom, hogy itt van mondjuk a hivatalba elszámolva, de egyébként is a rendszernek része volt, és úgymond az egész városi rendszeren, intézményeinknél is tevékenykedik, és kell vagy nem kell, azt mondom, hogy ez most számomra mindegy, hogy most, tehát ez egy magyarázat, hogy miért kell. Ha az van, hogy a 28. karbantartóra miért van szükség, ha azért, mert van egy a hivatalba, de ő jár ki az óvodához is, tehát azt mondom, hogy személyenként végig kell járni, kell-e annyi ember, biztos, hogy mindenkire szükség van-e, ahhoz, hogy még optimálisan működjön a dolog. Ezzel egyetértek, de azért mondom, ezt végig kell nézni későbbiek folyamán. Köszönöm szépen, és akkor jegyzőr. Így van, akkor rendben van. Jó, akkor ha egyéb... Bocsánat, jegyzőr. Kettőnek nem semmi közel nincs egymáshoz. Tehát az egyik az egy alapító kirat módosításának a kérdése. Az SMS-ben szerepelt, a szervezeti működési szabályban szerepelt az önkormányzati hivatalnak a szervezete. Ez a szeptember 24-i ülésen, ha jól emlékszem, egyhangban fogadta a képviselőtestület. Ennek következtében én azt gondolom, hogy ennek mi nem zárkozunk el semmiféle vizsgálattól, félre csak a dolgokat. Tehát ha a vizsgálatot kíván a képviselőtestület, akkor szervezze meg és csinálja meg. Tehát ennek semmiféle problémája nincsen, és állunk elébe.
De visszatérve a dologra, a szerzeti működési szabályzat el lett fogadva szeptember 24-én. Ha a képviselőtestet módosítani kívánja a szerzeti működési szabályzatunkat, akkor ez joga van természetesen. Ezt tegye meg. A létszám kereteink között, tehát a létszám kereteinket még egyszer azt határozta meg, hogy maga a létszámunk gyakorlatilag a folyamatos változások miatt az eredeti 48 főről 41 főre csökkent. Maga a hivatalnak a törzsállománya 42 főre nőtt a szervezeti átalakítás során, és átvettük azokat a dolgozókat, takarítókat, fizikai állományt, egyebeket, vagy korábban az önkormányzati hivatal, az önkormányzatnál dolgoztak. Igen, meg kell vizsgálni azt, hogy ez szükséges, nem szükséges. Ezzel semmiféle problémánk nincsen, de ez gyakorlatilag nem ennek a napirendi pontnak a témája. A napirendi pont témája az nem más, mint egy törvényi kötelezettség, szerzeti működési szabályzat el lett fogadva, az módosításra került, az be kell jelenteni gyakorlatilag a magyar államkincstár rendszerébe, törzskönyvi rendszerébe. Erről szól az előterjesztés. Köszönöm. Akkor én most egy szót, és akkor szerintem mindenki elégedésére szeretném lezárni. Tehát egyrészt itt túl nagy mozgásterünk nincs. Ezt ha a múltkor azt mondtuk, hogy igen, akkor most azt kell mondanunk, hogy igen, de a napirendtől függetlenül, de a témához kapcsolódva vetődött fel az a kérdés, amit ugye ne felejtsünk akkor el, és én ezt a felvetést akkor ezt magam részéről tudom támogatni, hogy meg kell néznünk minden intézményünkbe, minden, mert most azt mondom, hogy lehet, hogy most itt volt egy takarítónő, ott egy, most egy helyen vannak, lehet, hogy könnyebben lehet őket mozgatni a rendszerbe, más esetleg a három most helyett most már csak kettő is, nem tudom, de teljesen nem akarok, mert valaki az lesz, hogy hoppa, most ez ezért történt. Semmi összefüggés nincs a kettő között, megértettem én is, köszönöm, de meg kell nézni, hogy az anyagi helyzetünk az mit tesz lehetővé, és amennyibe ezt, ahogy a cégeknél az volt, az önkormányzatnál ilyen nincs, hogy kiszervezéssel olcsóban, vagy átszervezéssel, belső átszervezéssel olcsóban, és a hatékonyság megmarad, akkor ezt ne vegyük le, és ez egy ilyen jelzés volt a képviselő úr részéről szerintem. Jól értettem. Köszönöm, akkor szavazzunk. Tehát aki elfogadja azt, hogy ezt a törvényi kötelezettségünknek eleget teszünk, az jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, egyhangul. A következő, a 15-ös. Azért szerettem volna, hogyha ezt nem vesszük le napirendről, mert egyértelmű legyen, és itt is akkor nyilvánosan beszéljük meg. Ebben az évben a civil szervezeteknek nem lett kiírva az a támogatási rendszer, amit megszoktunk az elmúlt időszakban, de vannak olyan civil szervezetek, amelyeknek azt mondom, hogy létszükség lett a működésükhöz, hogy ők nehogy összeomoljon a vállalt feladatuk. Ebből kiindulva, hogy az egyik civil szervezet levélbe fordult a képviselőtestülethez, a polgármesterhez, jegyző úrhoz, hogy támogatást szeretne. Én nem szerettem volna azt, hogy ezzel egy lavinát indítunk el, és akkor úgy gondolják a civil szervezetek, hogy hát akkor ők majd mindenki ilyen egyénileg indul neki a várostól való pénzszerzéshez, és akkor ilyen szimpátia alapon te kapsz, nem kapsz, és így tovább. Tehát azért az volt az én kérésem, hogy a képviselőtestület ne éljen ezzel a lehetőséggel, ne támogassa ezt a civil szervezetet, viszont a civil szervezetnek igazoltan szüksége van, hiszen elkezdett egy folyamatot, és ezért azt mondtam, hogy a polgármesteri keretből egy bizonyos összeget tudunk, hiszen ott még azért maradt a vírus elhárítás kapcsán, és ugye voltak kifizetések, de még maradt, közel van az évvége, rendezvények, különböző programok ugye elmaradtak, tehát itt nem lett ez felhasználva, de ők akkor kapják meg. És az a kérésem akkor ezért a többi civil szervezethez is, hogy legyenek szívesek a rendszerből, tehát az állami rendszerből, az állam által támogatott rendszerbe, mint bejegyzett civil szervezet, és itt is ugye olyanról van szó, próbáljanak onnan többlet forrásokat szerezni, hiszen arról döntöttünk, most már egy éve, meg korábban is ugye erről beszéltünk még annak idején a képviselő úr, vagy a Máj Gábor képviselő is indítványozta, hogy a civil szervezetek egy szervezettebb formán belül tudják beadni. Különböző okok miatt ez elmaradt, de létszükséglet, és van még ilyen civil szervezet, ami szintén szóba került, és egyeztetés volt ugye a megbeszélésen, hogy nekik is van egy olyan kötelező kifizetésük, amit azt vállaltuk, és én magam is azt vállaltam, hogy azt a költséget vállalja az önkormányzat. A, melyikről?
most a riasztó ügy van, a riasztóról beszélek és a biztosításról. Tehát azt mondtuk, hogy igen, vállaljuk, ezt ki kell fizetni valamilyen forrásból, valószínűleg az is oda fog átcsúszni. De ne induljon arra, hogy most év végén gyorsan még minden civil szervezet próbál, hogy majd én egy-két jó szóval meggyőzöm, mert hát ha valamelyik képviselővel, vagy a polgármesterrel, majd én meggyőzöm, hogy adjon nekünk. Nem, ez a, nem erre fele megyünk. Nyílt pályázat van, nyílt meghirdetés, bizottságok tárgyalják, de akkor viszont mindenkinek adunk lehetőséget. Az ilyen kényszerpályára került szervezeteknek pedig megpróbálunk, és az ígéretünk segítünk. Tehát azért kérem, és azért kértem a bizottságokat, hogy ne támogassák, de ezt nem azt jelenti, hogy ők nem támogatják, hanem más forrásból kívánják megvalósítani leegyeztetett módon. Át is adnám a szót a bizottsági elnöknek. Tárgyalta, mert a polgármester jelzése alapján, polgármesteri alapból került támogatásra a szervezet. Köszönöm szépen, Földvár úr is. A pénzügyi bizottság szintén ezt az álláspontot képviselte, és gyakorlatilag itt akkor szavazásról nem került sor, mert hiszen ez egy külön keretből lesz kielégítve. Az álláspontot polgármester sem hogy kinek ad, a testület csak tudomásul veszi. Igen, tehát akkor az lenne, hogy tudomásul veszi a testület, így van, tehát ahogy a tudomásul veszi a testület, hogy ez egyéb forrásból, tehát jogosnak tartja az igényt, de egyéb forrásból a polgárskeresből. Tehát a tudomásul veszi ezt a testület, akkor kérem erről szavazzunk. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangulak. Igen. Már kis állatokról van szó. Én falusi gyerek voltam, sokáig falu laktam, és jóisten kegyéből ugye városi ember lett belőlem, de én úgy gondolom, hogy a kis állattartás, a kutyatartás valahogy túlburjánzott. Ahogy sétálunk a városba, sok helyen 3, 4, 2, ott körül... Környékünkön 50 méteres környéken 12 vagy 13 kutya van. Hát, hogy milyen cirkus csinálnak éjjel, arra hadd ne szóljak. Én nem tudom, hogy mi indokolja azt, hogy egy családi háznál mondjuk 3 vagy 4 kutya legyen. Nem értem az embereket. Valamikor falun, ahol én nevelkedtem, egy ház, egy kutya, kész. Nem volt ilyen csordaszámra, nem tartották a kutyát. És nyilvánvaló ebből adódik aztán a szaporulatot, ugye kidobják az útszélére, stb. És akkor innen jön ugye, hogy ennek a kisállatvédő egyesületnek ugye ilyen hálátlan dolgokkal kell foglalkozni, hogy a kivetett, kidobott kutyákat, macskákat be kell fogadni, és ugye gondolkodni kell, gondoskodni kell, ápolni kell őket. Megelőzhető lenne szerintem az, hogy mindenki annyit tartson, amennyit el tud látni, de azt viszont lássa el, és ne dobja ki az útszélére. Köszönöm a szót, polgármester. Köszönöm szépen. Csak egy mondat, tényleg nem akarom húzni az időt. Én is azt gondolom, hogyha ez a szervezet a felelős állattartást vinné tovább, akár külsős előadó állatorvos vagy állatvédők idehívásával, akár szerintem teret adunk, hogy a médián keresztül is eljussanak ezek az információk a lakókhoz, és tényleg egy kicsit ilyen tudatformálás a felelős állattartás irányába, azt nem tudja fölvállalni szerintem se ez a szervezet, se más szervezet, hogy kutyák, macskák tömkelegét, tucatjait tartja és eteti, vagy éppen ivartalanítja. Ezek horror összegek. Ennek soha nem lesz vége, azt gondolom, igen, az emberek fejébe egyetértek, ott kell rendet teremteni, hogy ott tartja. Igen. És ott valaki eteti ezeket a kóbor macskákat, és ugye hát ott az étel, ital el, hogy hívják, akkor ezek a macskák ugye ki tudja, be vannak-e oltva, milyen fertőzést, ennek közegészségügyi vonzatai is vannak, hogy ott közterületen, ugye a Malomnak a kert sarkába, ott a Fidesz irodával szemben, ott gyakorlatilag egy ilyen etetőtevés. Köszönöm, ezzel oda kell külön figyelnünk ezt a hivatalmunkatársaik. Hogyha ilyet látnak, esetleg közterület felüleg, de mehetünk. Köszönöm szépen. Szavaztunk, tehát... Én szerintem azt én elmondtam, az polgármesteri keretből meg fog érkezni a... Nem azt mondom, hogy a héten, mert volna a hét utolsó munkanapja, de mindenképpen ez rendezve lesz. Jó. Köszönöm. Előterjesztés a Szent Ünci Általános Iskola felvételi körzetének véleményezéséről. Jegyző úrnak adnám át a szót itt a napirenddel kapcsolatban. Szintén jogszabályi kötelezettség a véleményezésnek a megküldése.
Alapvetően nem változik semmi a korábbi állapothoz képest, ennek következtében javasoljuk elfogadni, illetve a pozitív vélemény kiadását. Köszönöm szépen. Bizottság tárgyalta? A bizottság megtárgyalta az előterjesztést is elfogadással javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Észrevétel, ha nincs, köszönöm. Akkor aki egyetért vele, kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangulat. Nem. Helyes tette, csak hogy tudja mindenki, hogy... Így van. Innen kötelező, így van. 17. napirendnél tartunk, polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben. Itt néhány eseményt azért, inkább azt mondom, hogy az egyeztetések voltak, akár a különböző cégeinkkel, cégvezetőkkel, felügyelőbizottsági üléseken vettem részt, többen is itt egy hónapon belül, illetve egy kétnapos olyan programon vettem részt, amely a Pécs Kereskedelmi és Iparkamarának a szervezésében, közreműködésében az ő székházukban valósult meg, a megye polgármestereinek a részvételével, az érdeklődő polgármesterek, hiszen nem volt ott mind a 301 természetesen. Többen voltunk kisebb-nagyobb településekről, azt gondolom volt olyan, aki egy éve polgármester, volt olyan, aki már valami 30 éve, hiszen például mondjuk az Alsó-Mocsoládról Dicső úr, aki azt mondom, hogy azért már tényleg egy jó régóta ott van, tehát vannak különböző kategóriákból kerültünk össze, és egy ilyen kétnapos irányított, tehát moderátor által különböző programoknak a jövőképe, a megyének a gazdaság fejlesztéséről voltak egyeztetések, javaslatok, a kistelepülési problémáktól, hiszen az Aprófalvas Baranyába vagyunk, a járásszékhely vagy a megyeszékhely tekintetéig különböző szinteken. Ugye a Győrvár úr említette, már ugye többször elhangzott, hogy volt testületi tagoknak egy egyeztetés is az elmúlt időszakban, illetve 16-án pénteken a kerékpárút átadására került sor. Én azt gondolom, hogy nagyon örültem és megtiszteltetés volt szerintem valamennyiünk számára, hogy mind a megyei közgyűlés elnöke, a dr. Őri László, illetve a képviselőnk, a Nagy Csaba képviselő is jelen volt ezen az ünnepségen, és én azt gondolom, hogy elég szép számmal az időpont, azért nem volt éppen egy, ez a délután 2 óra, azért szerencsére még a többség akkor dolgozik Szentlőrincen, de azért elég sokan jöttek akár Tarcsáról, és innen a Szentlőrinc a belvárosi részből is, ez többen kerékpárral kijöttek, és ezt köszönöm szépen mind a szervezőknek, mind pedig a résztvevőknek. Itt a programokkal kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy ugye 10-én volt egy gyalogtúra. Az elmúlt időszakban az ilyen csoportos rendezvények azért nagyon vissza kellett, hogy fogjuk az ilyen programjainkat, de a Kovács Krisztina alpolgármesterasszony és a Földvári János képviselő szervezésében, én azt gondolom egy talán 50 fő körül volt a létszám, akik ezen a túrán részt vettek, nagyon nagy élmény volt, és egy gyönyörű tájon mehettünk végig. Én köszönöm nekik a részvételt, akik ott voltak, azok pedig szerintem mind jól érezték magukat, és az igény is felmerült, hogy azért tovább még ilyen programok azért legyenek, hiszen szabadba történő rendezvény, akár nem biztos, hogy messze kell menni, hanem közelebb is ezt meg lehet valósítani. A kerékpárt, igen, és a héten pedig ugye bizottsági ülésen vettem még részt, mind a kettőn. Én azt gondolom, hogy szintén ugyanúgy, mind az elmúlt hónapban elég hosszúra nyúló bizottsági ülések ezek, és nagyon részletesen meg tudják tárgyalni a napi rendeket, egyeztetések, hogy valóban ide a testület elé már olyan előterjesztés és olyan formába kerüljön, ami elfogadható, és az esetleges kérdések vagy félreértések, azok pedig egyeztetésre kerülnek. A holnapi napon kerül sor ugye a 23-ai koszorúzásra. Hát most ezt már azt mondom, hogy amikor ezt látják önök, akkor ez már lezajlott, de azt kérem mindenkinek, hogy értse meg, hogy a március 15-ei ünnepséghez vagy koszorúzáshoz hasonlóan a jelenlegi helyzetben is az volt a hatóságoknak,
a különböző döntéshozóknak és a testületnek is, illetve a helyi lakosoknak az volt zömében a véleménye, hogy ezt egy visszafogottabb, tehát ünnepséget nem tudunk tartani. Koszorúzás az lesz, illetve egy vers hangzott el, vagy fog elhangozni. Tehát azt gondolom, hogy azok a civil szervezetek, pártok, akik a koszorút szeretnék elhelyezni, azok lehetőséget kaptak is egy közös koszorúzásra és egy közös megemlékezésre, de természetesen jóval kisebb körben, mint az elmúlt években megtörtént. Én ennyit szerettem volna mondani, és kérem azt, hogy ezt a beszámolót fogadja el a testület, illetve ha kérdés van, akkor erre válaszolok, ha tudok. Köszönöm szépen. Ha nincs kérdés, van kérdés. Ja, akkor a szavazás, akkor aki elfogadja, kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, akkor egyhangulag. Akkor átadnám a szót a bizottsági elnököknek. Először akkor a Humán Bizottság elnök asszonyának. Igen, szeretném ismertetni, hogy október 21-i bizottsági ülésen települési támogatási kérelmek kerültek elbírálásra. A bizottsághoz 17 kérelem érkezett, mind a 17 kérelemnek a bizottság helyt adott. Ezen kívül érkezett a bizottsághoz két kérelem lakásbérleti szerződés megkötése tárgyában. Itt a bizottság egy kérelemnek helyt adott, egyet elutasított. Annyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Földvári úr. A pénzügyi bizottság nevében a közülemi KHT elszámolásával, illetőleg a 2019 évi gazdálkodásával kapcsolatos anyagoknak az áttekintése történt meg három alkalommal, amelyben igénybe vettük a hivatalnak az illetékes szakembereit. Más nem volt. Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel esetleg? Ha nincs, akkor kérem, aki elfogadja a bizottsági elnökök beszámolóját, jelezze készelmesen. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Az egyebekhez értünk, az egyebeknél egy napirend lenne. Ugye az elmúlt hónapban tárgyaltunk róla, hogy a Szentlőrinc városnak az úthálózatát azt valaki kicsit azért vigyáznunk kell, illetve néhány táblát pótolni kell, illetve cserélni. Hát kell gondolni, ez az egyeztetés ez elkezdődött, viszont ugye én a bizottsági üléseken már jeleztem, hogy szeretném, hogyha egy alaplépés azért az megvalósulna, mégpedig az, hogy a korábbi időszakban, korábbi években jó néhány tábla, súlykorlátozó tábla kikerült a városba. Itt találtunk az elmúlt időszakban néhány olyan nehezen megmagyarázható rést, amit sem szakmailag nem alátámasztható. Tehát az előterjesztésben az szerepel, hogy nem a város kezelésében lévő utakról, ez népszerű, hiszen sokszor kapunk megkeresést, hogy miért mehetnek ott a kamionok. Tehát ez azt jelenti, hogy a Munkácsi utca és a folytatásában a Pécsi utca, az Erzsébet utca, illetve a Hunyadi utca, az nem a város kezelésében lévő utcák. Ezekről csak a közút, ezeken a való közlekedés csak a közút korlátozhatja, viszont az ezekről történő lehajtást a városi kis utcákba, azt az önkormányzat hozhat döntést. Az előterjesztés és a kérésemnek megfelelően az lenne, hogy ezekről az utakról, az említett utakról csak súlykorlátozással lehessen lejönni a város utcáira. Mindenki tudja az okot elsősorban, hogy az állag megóvás, tehát engedéllyel természetesen lehet, de ezt engedélyhez kötjük, illetve súlykorlátozáshoz, amit a hivataltól lehet kérni. Én ebbe kérném a testületnek a támogatását, mondom, ez állagmegóvás címén. Györvári úr, a szó. Pontosan fölene sorolva, hogy mi hol történik. Ezt a mellékletet hozzátesszük, hogy tehát azért mondom, az említett utcák kereszteződéseire, ezen kívül, tehát csak olyan hely, most jelenleg azért mondom, ezt pontosítjuk, ami az állami út és az önkormányzati út kereszteződését érinti. Önkormányzati utakon belül korlátozásra nem kerül. Ez a melléklet, ez kikerül akkor a... Döntés, igen, hogy legyen alapja annak a döntésnek. Ez meg lesz. Akkor megy Balaton úr. Jobb, befejezted, Marci? De. Itt annyi nem veszek levegőt, amire nem kérdezem. Ja, értem. Hogy
a táblák kihelyezését természetesen alaposan át kell gondolni, hogy hova tesszük, nehogy az legyen, hogy valaki behajt egy mellékutcába, aztán ott reked, és nem tud tovább menni. Tehát ugye ezt összeadért komolyan át kell gondolni, mit, hogyan, hova, merre. És akkor még lenne egy kérdésem, nem tudom, hogy jól láttam-e, hogy az irattár költözése megkezdődött. Igen. Jól láttam? Igen. Hogy hol tartunk ez ügyben? Ezt akkor a jegyző úr fog tudni erre, de előtte azért szavazzunk az előzőről, jó? Ja, tehát a táblák kihelyezéséről, és akkor a következő napirendi pont lesz az utolsó, a 21. interpelláció, kérdések, közlemények, akkor ott pedig visszatérünk, és ezt már odasoroljuk akkor, jó? Tehát aki ezeknek a korlátozó táblák kihelyezésével egyetért a nevezett kereszteződésekbe, akkor kérem jelezze. Köszönöm szépen, és akkor a 21-es, és akkor az első kérdés elhangzott, a balatoni úr, a jegyző úr fog erre válaszolni. Szépen. Alapvetően többről van szó, mint az irattárnak a költözéséről. Tehát igen, tehát az irattár költözése alapvetően megkezdődött. Nagyjából a területnek, tehát az épületnek a kialakítása történik meg, ugye ez a Tekepályának az épülete. Nem egy olyan nagyon, tehát nem egy luxus körülmények kezdenek kialakítani, megfelelő körülmények. Ennek következtében a villamoshálózat, a belső festés, illetve belső lehatárolások és az ajtócsellet, a nyilvánzárótnak a mázása, illetve az ajtónak a cseréje történik meg. Ez nagyjából készen van, tehát azt mondom, hogy nagyjából, mert van még egy-két sűrűtőnyi, hogy nagyjából készen van. Gyakorlatilag most jelentőben a polcok beállítása folyik, illetve kiszállításra kerültek az iratárakból az anyagok. Ez azért kerül sor erre, mert több, tehát igazából túlnőtt, kilőttük a korábbi helyeket. Jelen pillanatban hiába voltak meg a selejtezések, illetve a szükséges iratot, ezeknek az iratoknak a megsemmisítése, amik selejtezésre kerültek. Gyakorlatilag ennek ellenére kinőttük ezt a területet, tehát muszáj tovább mennünk, illetve a kormányhivataltól van egy olyan kötelezésünk, hogy egy egységes iratárat ki kell alakítanunk. Most ami nagyon fontos lenne, hogy az iratok átkerült, tehát az iratok nagy része most már átkerült, azonnak az elhelyezése, illetve az osztályozása folyik jelenleg. De mellette, ugye mondom, hogy ez nem csak ebből fog állni, hanem mellette ugye a hivatalnak a költözése, tehát egyéb irodáinak a részleges felújítása, illetve kialakítása is folyamatban van. Tehát ezt így egybe kezeljük gyakorlatilag. Tehát a templomtér 5 épülete van elsősorban érintve. A megyei levéltárba kell, hogy elhelyezzünk, mert ugye az iskolai tanúgyi dokumentációk ugye oda kerülnek bizonyos idő után. Igen, tehát a megyei levéltár, tehát ugye a magas sejtezési folyamat így megy végbe, hogy a hivatal munkatársa a sejtezési terv alapján, tehát az iratározási terv alapján elkészítik a sejtezési tervet, és ez ugye a megyei levéltárhoz véleményezésre átmegy, tehát ez a terv. És a megyei levéltár dönti el, hogy mely iratok azok, amiket ebből befogad, illetve átvesz. Eddig most benn van náluk pont véleményezés az egyik ilyen lista. Az eddigi listákból nem kértek be, tehát nem kértek be iratot. Ebből lehet, hogy most be fognak kérni, tehát több ezer iratról beszélünk, tehát amit elküldünk. Tehát igazából ezeknek egy része sem megsemmisítésre fog kerülni. Köszönöm. Nagy része. Köszönöm szépen. Egyéb? Kettő darab. Próbálom röviden. Mégpedig szóval én szeretem, hogyha valamit kérek vagy kérdezek, arra kapjak választ. Ez egyébként jogom és kötelessége válaszolnak, vagy a választatónak ezt megadni. Volt egy javaslatom az önkormányzati gépjének használatáról, és egy javaslatot tettem. Emlékszünk arra, 6 szem közt beszéltünk erről. És ott aggályos a jelenlegi helyzet. Itt a testület meg tudja tárgyalni, tehát nem maradjon így lógva a levegőbe. Ez egyik. Akkor hogy... ezt hadd válaszoljuk, jó? Tehát akkor mondjuk, hogy novemberben ez napirenden kell, hogy legyen, jó? Köszönöm. Miután kértem és elmaradt, semmi más szándékom nincs, csak mégis, miután jegyzőr megígérte ezelőtt fél évvel, hogy válaszol nekem arra, hogy a szabadságmegváltás okozott-e bármiféle kárt az önkormányzatnak, elhangzott. Ezt én kérem tisztelettel, miután fél éven keresztül, fél éve kértem már, vártam, nem kaptam meg ezt a
választ, ezt a feljegyzést, ezt a magyarázatot, úgyhogy én ezt kérném. Tehát ez a bejelentésem. Köszönöm. Jó, akkor jövő héten nincs a jegyző úr, akkor azt mondom, hogy november 5-ig írásba válaszol a jegyző úr. November végéig. Jó, tehát azért mondom, nem tudom azt mondani, hogy a jövő héten. Jó, az, akkor az, azt szerintem 5-e lesz péntek, ha jól emlékszem, de azon a november 1. hetén írásba választ kap a képviselő úr. Köszönöm szépen. Más? Ha nincs, akkor én köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és ezzel akkor a testületi ülést akkor lezárom. Köszönöm.